Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast. A Formula Podcast egy virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkő. Ahogy ezt hónapokkal ezelőtt megmondtuk, valóban az utolsó futam utolsó körében dőlt el a 2021-es világbajnoki cím. Bizonyos, hogy nem csak ebben az adásban fogunk beszélni Max Verstappen és Louis Hamilton csatájáról és annak végkimeneteléről. Most az Abu Dhabi nagy Díj értékelőjében elsősorban a Yas Marina történtekre fogunk fókuszálni szeretett barátommal és kollégámmal, Mészáros Sándorral, aki a helyszínről követte végig a szezonzáró nagy díjat is. Szia, Sanyikám! Szervusz, üdvözöllek, üdvözlöm a hallgatókat, és remélem mindenki élvezte a hétvégét. Hát én azt hiszem azért elsősorban a hétvége nagyobb részét a Hamilton szurkolók élvezték, de a végkifejletet követően a Fersteppen szurkolók voltak boldogabbak. Milyen volt a hangulat a helyszínen? Kezdjük azzal, hogy a jó néhány szezonzárót végigcsináltál már a Budabiban. Jelen voltál olyanon is, amelyen a világbajnoki cím dőlt el. Mondhatjuk-e, hogy ez volt közül a, leg, a leg, -leg, leg minden szempontból? Hát nézd, talán az egész formegyes történelemre is mondhatjuk azt, hogy a leglegleg -leg -leg nem csak az abu, a Budabiban tartott szezonzárók vonatkozásában. Ugye csütörtökön volt nekünk egy egy külön kiadásunk, ahol próbáltunk egy pici jelentést adni, eh, arról, hogy hát gyakorlatilag abban az adásban is rámutattunk arra, hogy, hogy tapintani lehetett a feszültséget a levegőben. Eh, hát ez így maradt a hétvége hát levő részében, és sőt, ez még magasabb szintre eh, emelkedett ez a, ez a történet. Bevallom őszintén, hogy korábban az Abu Dhabi versenyekre mindig többször is mondtuk azt, hogy a világ legfeleslegesebb autóversenyének egyik, amikor semmiféle tétje nem volt, de láttad mindenkinek az arcán, hogy húzzunk már innen a csodába, tudjuk le, és menjen mindenki pihenni. Hát ez most, ez most picit olyan volt, nem tudom, te, te mint tanárember, biztosan jól megérted, mint az utolsó előtti tanítási nap a suliban. Az utolsó tanítási nap az mindig laza volt, ott akkor már nem volt semmi tétje. Az utolsó előtti napot még azért voltak, akik feleltek a jobb jegyért. Emlékszel erre? Hogyne, hogy picit, picit, olyan volt, mintha a, az osztálynak a két legstréberebb tagja még az utolsó előtti tanítási napon még, még szeretne valami nagyot dobni, és még közben mindenki néz, hogy hagyjátok már csodába, menjünk, menjünk szépen vakációzni. Picit olyan, érzés, picit olyan érzése volt az embernek. De viszont ez ragályos volt, tehát mindenki árgó szemekkel figyelte azt, hogy mi történik a, a Mercedes és a Red Bull házatájára, és hát azért ez egy meglehetősen sajátos hétvége volt ilyen tekintetben. Tehát azt mondtad a felvezetődben, hogy volt olyan periódus, amit tehát, hogy a hétvége túlnyomó többségét az, az a, az, a, Hamilton rajongóknak kedvezett, a, a pedig a Ferstepper rajongóknak kedvezett. Azért volt itt mindenkinek oka az örömre. Egy bizonyos fázisokban. Milyen volt a hangulat a sajtóközpontban? Ugye az előző verseny hétvége kapcsán említetted, hogy ott Szaudarábiában arábiában azért a papír, poharak és jegyzetfüzetek azok, azok röppájára álltak a Láttam. Láttam itt egy olyan kommentet a Formula Podcast Facebook csoportban, ahol azzal vádolták az újságírókat, hogy hát persze, mert nem pártatlanok. Hát egyrészt, hogy várhatnád el egy hollantól, a hollandoktól, hogy pártatlanok legyenek, vagy hogy várhatnál el a britektől, hogy pártatlanok legyenek? Mert az, hogy a magunk fajta, nekünk aztán édes mindegy, csak jó legyen a verseny, az egy másik történet. Tehát persze, hogy mindenki, mindenki hőbörög a, a sajátjaiért, meg mindenki a sajátjáit szeretné az élen látni, de alapvetően, amikor ilyen nagy felháborodást kiváltó helyzetek vannak, akkor az, 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 az más miatt, tehát nem, a, nem a, a szurkolói szimpátia miatt történnek ilyen dolgok. Most is volt. Miért a Hát, hát én nem, nem is sok hatásnak mondanám inkább, sok hatás érte a, a sajtótermet. Tudod, ez a pillanatnyi csett, majd utána jön a, a, az egyszerre 300 ember számára, ez a hú, tehát ez a futballstadion feeling. Viszont azt ki kell hangsúlyozzam, hogy a leintés pillanatában, amikor Fersztappen győztesként haladt át a célvonalon, nációktól és hovatartozástól függetlenül vastapsot kapott. Tehát britek is ültek körülöttünk, hollandok is ültek körülöttünk, és mindenki, mindenki egy emberként tapsolt. Ahogy Te ez a világbajnoknak kiár. Ahogy az a világbajnoknak kiár, pontosan. Hát beszéljünk kicsit erről a világbajnokról. Nyilván most itt nem arról van szó, hogy bármiféle karrierívet rajzolnánk föl, se, se az idő, se a hely nem alkalmas erre. De mielőtt rátérnénk itt a, a rendkívüli eseményekre, mert voltak. Nyilván ezt aki egy kül alatt töltötte az elmúlt napokat, azok is tudják, hogy voltak itt rendkívüli események. De, de egy-két szép mondatot azért azt hiszem a, a világbajnok és az ezüstérműs is megérdemelt tőlünk. Ö, nagyon sokaktól olvastam én azt a véleményt az elmúlt napokban, olyan emberektől is, akik ö, profilképük és kommentjük alapján inkább Hamiltonnal szimpatizáltak. Szóval sokaktól olvastam azt a véleményt, ami, ami, az, én, az én gondolataimat is elég jól összegzi, hogy a, a, szezon egészét tekintve, hogyha itt választani kell, például valaki egy pisztolyt fog a fejemhez, hogy mondjam meg, hogy melyikük érdemelte meg jobban a VB címet, akkor a szezon egészét nézem Bahreintől Abu Dhabiig, akkor azt kell mondjam, hogy first Viszont ha a szezon záró hétvégét nézzük, és ugye ez a hétvége döntött a VB címről, Anélkül, hogy bármilyen érdemét elvitatnánk Fersztappennek, Isten mes, de azért ez Hamilton hétvégéje volt összességében, különösen a vasárnap. Ö, de hát ugye a, a futball az ilyen, és ez meglásul forma egy. Na, szóval a forma egy, az már csak ilyen. Egy foci is hasonlat jutott eszembe. Ha a a labda kerek van. és négy keréken gurul. Na, így, így, ahogy mondod. Ö, de szóval nyilván a szezon egészét tekintve szerintem Max Verstappen ugye gyakorlatilag számszakilag is a rivális a fölé emelkedett, ha megnézzük azt, hogy a, az összes versenykör kétharmadában ő vezetett az egészen döbbenetes szám. Az, hogy az időmérőkön ő, ő hogy elverte a, a Forma egy történetének talán legnagyobb időmérős menőjét, de a két-három legnagyobb egyik mindenképpen Lewis Hamilton az is. Hát az is kalapemelést érdemel. És, és hát összességében én azt gondolom, hogy Max Verstappen mindent megtett azért, hogy megszerezze azt a világbajnoki címet, amire tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a Forma 1-be érkezése pillanatától kezdve predestinálva volt, hogy ő világbajnok legyen. És ugye erre igé, igazából idén volt először esélye, uh -huh. hogy vB hogy címért harcoljon. Ő minimális mennyiségű hibát követett el, persze követettel emlékezünk csak a Jedi időmérőre, de, de egészen minimálisat, és, és, azért tényleg sok Hamilton szurkolótól is azt olvastam, hogy, hogy azért összességében megérdemli ezt a VB címet, first Itt a helyszínen nagyon sok sportszakmai emberrel, korábbi versenyzőkkel, aktívan csapatnál dolgozó szakemberekkel, Sajtómunkatársakkal beszélgetve. Ezt egyszerűen, egyszerűen mindenki azt mondta, hogy ez mi a frézkes felé, nem lehet két világbajnoki szívet odaadni. <laughs> mert olyan, olyan szezon volt, amiben, amiben az ember nagyon-nagyon nehéz, nehéz szívvel ö, dönt arról, hogy akkor, akkor ki kapja, vagy, vagy hogy kapja, vagy mind kapja, mert, mert mind a kettő mellett ö, lehet érvelni. De összességében véve tényleg. Hogyha, hogyha mikroszkóp alatt megvizsgálod a két, két embernek a, a szezonját, akkor akkor én azt gondolom, hogy, hogy jó helyre került a, a világbajnoki titulus. Olyan tekintetben is ö, örvendetesnek tartották ezt a végkifejletet sokan. Úgy mondom, hogy ezt a végeredményt, hogy friss levegő érkezett ilyen tekintetben, ami azt mutatja, hogy van remény, a legnagyobb bajnokokat is meg lehet verni, ami, ami reményt ad arra, hogy akkor akkor hogyha, hogyha, kellően igyekszik az ember, meg iparkodik, meg megteremti a feltételeket, akkor nincs olyan dominancia, amit ne lehetne valahol elkezdeni megbontani. Na akkor ezen a ponton tartozom egy vallomással. Rengetegen írtatok nekünk az elmúlt hetekben, hónapokban azzal kapcsolatban, hogy itt a nagy párharcba kinek, kinek szorítunk. Azt hiszem, itt akkor a szezon záró után most már nagyon röviden ezt vázoltam. Egyrészt előre bocsátom, én egyiknek se vagyok szurkolója, van egy 40 feletti spanyol úri ember ebben a mezőnyben, akiről ezt tudnám mondani, senki másról nem. De én ebben a párhalcban Ferszeppennek szorítottam, és pontosan azért, amit mondtál, mert, mert az ember valahogy vágyik arra, hogy a... Hát nem is azt mondom, hogy a nagy ember bukni lássa, de kicsit ez is benne van, de inkább úgy azt mondom a vérfrissítésre, az őrségváltásra, a friss levegőre, ahogy mondod. Mert a dominancia nem Szerintem hosszú távon nem feltétlen tesz jót a sportnak, és én tényleg nagyon-nagyon bíztam abban, hogy, hogy Fersztepen végül ezt megnyeri. Hát nem éppen így képzeltem el, és azt is meg kell mondjam, hogy új személytont viszont én azt hiszem, hogy 2007 óta nem sajnáltam ennyire, mint ezen a vasárnapon, meg azóta. Ö, és most úgy írik bennem egy olyan gondolat, hogy hm, lehet, hogy egy, egy deszép lenne egy visszavágás jövőre mindezek után. Ö, és én azt gondolom, hogy így olyan értemben semleges szurkolóként, hogy én tényleg se a, se a Hamilton, se a Verstappen táborban nem tartozom. Elképesztően izgalmas volt ez a szezon, és, és már most várom a következő szezont. Ö, mert itt, itt nagyon remélem, hogy az új autók lehetőséget biztosítanak egy óriási revansra majd. Aztán győzön a jobbik. Most akkor nekem is szint kell vallanom. Ugye, Nem hogy kell. Akkor én, ahogy én hova, hova, hova szimpatizáltam? Én megmondom őszintén, sehová. Nekem mind a kettő mellett nagyon jó érvem volt. Én, én erre vágytam, hogy egy jusson egy egy, el, legyen végre egy olyan szezon, amikor tényleg hosszú idő után, amikor egészen az utolsó pillanatig van izgalom, van értelme figyelemmel kísérni, és nem halálos, felesleges utolsó versenyek vannak, amiket tényleg totálisan felesleges megrendezni. Azt is elmondom, hogy újságíróként dolgozni egy olyan szezonban, amikor történelem íródik, az egy, az egy hatalmas kiváltság. Tehát most, itt, de ez viszont akár honnan nézem, ez mindenféleképpen, ez erre lett ítéltetve ez a 2021-es év, hogy ez történelem legyen. Ha ugyanis Hamilton behúzza a nyolcadikat, az sem egy akármilyen kiváltság. Azt elmondani, hogy, hogy letudósítottam a, azt a szezont, amikor, amikor Louis Hamilton behúzta a nyolcadikat. Ugyanakkor, ha Fersztappen húzza be, én azt gondolom, hogy, hogy bátran állíthatjuk, vagy jelenthetjük ki azt, hogy a, a és ezt már jó régóta tudjuk, hogy Max Verstappen az a versenyző, aki az elkövetkező időszaknak a a nagy ágyúja lesz a meghatározó emberek. Tehát ott lenni az ő első világbajdoki címénél, ahogy azt ő szépen felépíti, meg végigcsinálja, végig kísérni közelről, testközelből azt a fejlődést, azt a személyiségbeli változást, ami végbe megy ilyenkor egy verseny. Ez, is egy óriási kiváltság. Tehát én úgy éreztem, hogy akár melyikük nyer, te csak a... ezzel nem csak én, hanem mindannyian csak nyerünk mert nagy dolgot látunk, egy olyat, amit, amit lehet mesélni évtizedek múlva is, meg csillogó szemmel lehet majd, majd nosztalgiázni rajta, hogy atya úr is nem mi volt akkor. Tehát hmm. nekem ezért jelentett nagyon sokat ez, hogy ez a két ember ilyen párharcot vívott. Nem tudom, hogy hogy, hogy alakult volna, hogyha mondjuk nem Fersztappen az, aki, aki magához ragadja a kezdeményezést, hanem, hanem valaki más az, aki, aki ilyen harcban van. Lewis Hamiltonnal a világbajnoki címért. De most ez egy másik történet, most itt erről a két emberről beszélünk. Két olyan orbitális extra galaktik, úgy intergalaktikus nagyságról van szó, akiktől nagyon sokat kaptunk, és én azt gondolom, és megint csak azt tudom mondani, mert még mindig vannak, akik gyepálják egymást, úgy látom a, a kommentek között, hogy hagyjátok ezt, adjunk hálát a, a magasságosnak, hogy egy ilyen szezott látunk hogy ilyen szezont láthattunk, hogy, hogy ennyi minden történt, és hát ezt, ahogy Gobor is Tomi mondaná, ez extra volt tokkal vonóval. Hát nézzük akkor, hogyan, hogyan alakult ez a, ez a záró. Ö, nem kell itt végig beszélni az egész hétvégét. Várjál, föl... várjál, 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 no. Ide tartozik egy poén. Hallgatlak. Tehát végigcsináltunk 22 darab nagy díjat. A planéta Különböző pontjain végigment a, a Forma 1 világbajnokság 22 nagy díj. Ezt kiszámolták nálamnál okosabb kollégák, összedették a körszámot. Ez 1297 versenykört jelentett 2021-ben. Aztán itt a, a végén, mikor már itt belefáradtunk ebbe a nagy tanakodásba, meg itt ahogy, ahogy, azt uh, loholtunk emberek után, hogy, hogy, rohantak a versenyirányítás épületébe vissza a hospitalitybe, megint a versenyirányításba, megint a hospitalitybe. Ott nagyon neki voltunk keseredve, és már kinunkba azon rögtünk, hogy egyetem mi a francnak volt erre szükség? Hagyni kellett volna a fenébe az egészet, hagyni kellett volna a fenébe az egészet, csinálja mindenki, amit akar, december 12-én találkozunk Abu Dhabiban, egy, egy kört. Egy kör, és szem az, adják oda a trófát, és lehet menni. <laughs> ez, ez, ez komoly poén tárgyát képezte a padokban el, vasárnap. Elképesztő. Ugye egy kör, ahogy mondod, az utolsó körben változott a, a világbajnok személye úgy szólván, ö, És képzeld el, ez már harmadszor fordul elő az e történetében. Ugye 2008-ra mindenki emlékszik. Ö, akkor ugye Hamilton a jobbik végén volt a Petrenc és Rudnak, hogy így mondjuk. <laughs> Akkor ugye ő, ő fordított az utolsó körben. 1964-ben volt még ilyen, ahol gyakorlatilag az utolsó két kör leforgás alatt hárman is álltak világbajnok pozícióban. Na az az még egy agyrém. Képzeld el, akik azt letudósították. Bizony ott mi lehetett. Na de tényleg nézzük, hogy itt Azok, mi hogy volt. dobálták a kávés csészléket, kovább meg a jegyzett füzeteket, hallod? Mindent. Mindent, kérlek szépen. Na, azt hiszem, hogy a, a szenzációs polpozíciós kör mellett nem lehet szó nélkül elmenni, bár ugye hát sokat nem számított, ezt így a rajt, a rajt pillanatától kezdve semmit nem számított a szenzációs polkör, de mindenképp meg kell arról emlékezni, hogy Fersztappen, én még úgy is mernék fogalmazni, hogy számomra legalábbis kicsit váratlanul ö, húzta be a polpozíciót. a Nem csak égen. számodra. Legebb... Nem csak számodra. Tehát itt a, a, a köridőanalízisek, meg miniszektorok, meg minden egyéb ilyen Kulimázoknak az összepakolgatása, meg elemzése után élő ember nem volt, aki, aki azt merte volna mondani pénteken. De még, a, még az FP3 után is, hogy itt van esély arra, hogy Verstappen polt szerezzen. Ez senki a világ, mindenki szent meggyőződése az, hogy úr Isten, ezt viszi a Hamilton, ez biztos. Ugye a Verstappen benne van a trutyiban, mert ebből nagyon nehéz, nagyon nehéz lesz polt kióta, kiautózni. Ez, És ez, ez az... gyakorlatilag megismétlődött az, ami Jeddában egy apró különbséggel, hogy az utolsó kanyar sikerült bevenni. Igen ez az apró, de el nem hanyagolható különbség történt. Ugye Perez húzatott neki egy szélernyékot, amiről, amiről sok, sok, szó esett. Én, amit utána, ahogy utána néztem, ahogy megnéztem a videókat, meg amit mondtak róla, hogy nem azon múlott. Hozzátett valamennyit nyilván a köridőhöz, de nem annyit, mint amennyivel ő, ő megverte ott hamilton -t. Viszont ugye hát Perez mondhatni már szombaton is megtette a magáét, azt, Tudod, hogy majd fogalmazunk? beszélünk még róla. Úgy ezt, úgy fogal, ezt, úgy fogalmaztuk meg, hogy Perez az, az elvégezte a munkát, amit idehoz, idehozta, megdolgozott a fizetését. Ez, a hétvégén biztos. Figyelj, ez a, ez a, ezért a hétvégén őt már megérte szerződtetni. Na nem mintha a szezon eddigi részében semmit sem csinált volna, de Visszatér, Na, visszatér a, beszélünk még. Igen. A, a kvalikőre, meg erre, erre, a szélárnyékozásra, ez ugye ez kiderült, elmondták, hogy ez, ezt aznap reggel találták ki, hogy ezzel kell próbálkozni. Pontosan annak a hatására, hogy, hogy a pénteki teljesítmény alapján úgy ítélték meg, hogy nem sok sansz van a Mercedes ellen, ezért meg kell próbálni mindent és ezért volt úgy a konfiguráció, hogy az egyik körben volt szélárnyék, a másikban már nem volt szélárnyék. De, de a két kört is összevetve azért, azért az ég nem szakadt le a szélárnyéktól, de, de az volt az a kör, amiben sikerült megfutni azt a szenzációs időeredményt, ami végül a polt eredményezte. figyelj, ha csak annyit számított, hogy már az első szektortól kezdve ő előnybe volt, és ennek a magabiztosságnak a tudatában nyomhatta tovább a gázt, akkor már megérte az a szélárnyék. De hát ugye, ahogy, ahogy az imént mondtam, ez a polkör legfőjebb hát vasárnap délután kettő óra, három percig ért bármit, legalábbis magyar idő szerint, hiszen a rajtot azt azt nagyon, hát ezt elrontotta, ezt nem nagyon lehet szépíteni. Az elmúlt években voltak neki gyenge rajtjai, idén szerintem ez volt a legrosszabb, a, a lehető legrosszabb pillanatban, a reakcióidő között az egy tized az, az, sok, az egy nagy különbség. Tehát az gyakorlatilag már, már ennyit ér. Utána még a kerék is kipörgött, lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy a, a, a lassabb elrugaszkodást próbálta túlkompenzálni, de hát összességében végül is a rajtnál gyakorlatilag Pereznek kellett őt levédenie. Ott is szépen tette a dolgát, hogy, hogy nehogy más is levadásza őt. Száguldás és cirkusz 2021. Magyarország egyetlen f 1 -e szezon összefoglalója. Az Autosport és Formula magazin utazó tudósítójától, Mészáros Sándortól és alap főszerkesztői főszerkesztőitől Tamástól. Karácsonyi ajándéknak is kiváló. A kötet kapható a Formula.hu webshopjában és a könyvesboltokban. Száguldás és cirkusz 2021. Képzeld el, nem tudom, hogy van-e bármiféle összefüggés, meg azt sem tudom, hogy, hogy mi történt, és egy dolgot tudok, az FIA sajtómunkatársainak az irodájában várakoztunk a, a rajtrásra bebocsátást biztosító kis matrica, ilyen kis kiegészítő. Ugye korábban ez, ez úgy a covid éra előtt, ez úgy nézett ki, hogy a passz érvényes volt a rajtrácsra. A permanens passz. Na most ezt azzal fejelték meg, ugye Ausztin óta lehet újra menni a rajtrácsra az újságíróknak is, hogy most éppen regisztrálni kell rá, hogy azért létszámot kordában tartsák bizonyos létszám kap e, ilyen kis matricát, a permanentek közül sem mindenki. Erről föl kell regisztrálni, és akkor ezt két órával a rajt előtt adják oda. Azt fölragasztod szépen a pasztartóra, és akkor úgy enged be a biztonsági bácsi a, a nyitásnál a box utcából. És erre a, erre a jóváhagyott listára vártunk, ott az FIA irodájában, ahol ment a, a televízión a parádé. A versenyzői parádét közvetítették. és nem csak nekem, hanem ott voltunk szerintem, vagy 8-10 embert az irodában, és nem csak nekem volt az a benyomásom, ez, erről beszélgettünk, hogy mérhetetlenül ilyen nyomotnak tűnt Verstappen, mint aki, mint aki nem aludt az előző éjszakán. Ezt hm. Erre, töb erre többen, is, többen is rávágták, hogy hát persze, hát ilyen barátnő mellett ki a az, aki Volt, aki ilyen poénnal reagált erre, de összességében az, az volt a begyomás az embernek, hogy hát ez, ez a, valószínűleg nem volt egyszerű éjszakája a VB a finálé előtt. Felszerepednek, hogy, hogy a két dolognak van-e köze egymáshoz? Vagy nincs ezt... Hát egyszer talán majd valamikor megtudjuk. Aztán a hibákat ő azt hiszem, hogy nagyjából le is tudta ezzel erre a vasárnapra. Volt ugye az első körben egy visszaelőzési kísérlete. Ha megengeded -e, erre, én később térnék vissza, amikor a versenyirányítás ténykedéséről, meg a SUERDOG ténykedéséről beszélünk. Maradjunk annyiba, hogy sikertelen volt. És ezt követően egyszerűen nem volt meg a tempó. Valahol. Én azt mondom, valahol nem értettem, hogy mi történik. A, a, azt nem értettem egyszerűen, hogy hol van az a, az, a, nem hogy az előny hol van, hanem hogy hogy fordult az előny hátrányra. Amit ugye szombaton láttunk különbséget, az, az tényleg nem hogy eltűnt, hanem Hamilton olyan előnybe került, a, annak ellenére, hogy ugye Festappen volt az, a, a lágy keveréken, hogy, hogy itt az első szakaszban már az jutott eszembe, hogy itt, itt valami nagy fordulatra van szükség, akár úgy tetszik, valami külső tényezőre van szükség, hogy ez a, ez a küzdelem fersztappel javára fordulhasson, aztán... Bocsánat, a tőle... bocsánat hogy a szavatba vágok. Christian Horner a Sky Sports élő adásában be volt kapcsolva a pitvarról, ugye ez gyakori a, a Sky Sportsnál, hogy bekapcsolnak embereket a pitvarról, és őt még tíz körrel a vége előtt is azt mondta, hogy itt, itt egy komolyabb csodára van szükség ahhoz, hogy, hogy ebből világbajnoki cím legyen. Tehát nem voltál ezzel egyedül, maga, maga Horner is vakarta a fületővét, hogy akkor ebből, ebből hogy lehetne világbajnoki címet csinálni, és szó szerint úgy fogalmazott, hogy ez csodára van szükség, hogy ez megtörténjen. Igen. hát én nézd, az egyik, ami eszembe jutott, és most ez tényleg nehogy úgy értsék a métum szurkolók, hogy erre vágytam, hanem csak ugye végig gondolva, hogy mi adhat esélyt Verstappennek, Nyilván eszembe jutott a defekt. Különösen miután, <coughs> ugye itt azért, hát többen pórul jártak az abroncsokkal a verseny közepén, vagy a másik, ami végül be is következett, a, a safety car. De ehhez, hogy ez számíthasson, ehhez szükség volt még egy külső tényezőre, aki a Red Bullnak nem is annyira külső, hanem inkább belső tényező, és Sergio Pereznek hívják. Ugye, amit ö, egyrészt ugye a Red Bull az hagyján, hogy ezt taktikailag kitalálták, mert azért ilyet már láttunk elég sokat, hogy a második számú pilóta vagy a szánsegét, az tartsa föl a, az ellenfelet, de ahogy ezt Perez végrehajtotta, az, az tényleg mutogatni kell tankönyvekben. Így, ha te segíteni akarsz a csapattársadnak, azt pontosan így kell csinálni. Elemezd, légy szíves. Elemezd egy picit jobban. Így kérlek szépen. Tehát ugye itt, ahogy én láttam, nyilván, ami objektíven ugye mi történt, amikor Fersteppen kiállt kerékcserére, akkor kihozták utána hamilton is, azt én kvázi ezzel föladták valamely, gyakorlatilag föladták a gumielőnyt mercedes -ék. Én értettem ezt a lépést, ugye azért, hogy, hogy azonos taktikán maradjanak. Ne, egy rosszkor jött széftikár, most ezt mondani így a verseny végét tekintve, de akkor ugye ők tarthattak egy rosszkor érkező széftikártól, legyenek azonos taktikám. Perez meg innentől ugye kintartotta a redbull és hát valószínűleg nem is mentő teljes tempóban addig, amíg Hamilton utal őt, sőt, ez biztos. És onnantól viszont, amikor Hamilton támadó közelségbe került, az előzési pontokon ő zseniálisan védekezett és támadott vissza ott egyébként én azt hiszem, hogy Hamilton apró hibákat elkövetett, tehát mondjuk amikor az első DRS zónában megelőzte Perezt, pedig pontosan láttuk már Abu Dhabiban, hogy a két egymás utáni DRS zóna ö, miatt nem feltétlen érdemes az elsőben előzni. Ö, és hát az olyan részeken, ahol meg nem lehetett előzni, ö, hát ugye Perez gyakorlatilag ugye védekező éveket autózott, csak hát sokkal lassabban, mint, <laughs> mint azt máskor tette volna. Ö, én Egészen azt gondolom, hogy képesztő vezetői teljesítmény volt. igen, bizonyom, és, és, én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben belefért a, belefért a szabályokba. Ugye itt igazán egy kósza rádió üzeneten kívül a Mercedes sem próbálkozott semmivel, ugye megemlítették, hogy ez Dangerous Driving, ott, ott a válasz azért tetszett a mázi részéről, hogy ez meg egy autóverseny. <laughs> Ez többször is elhangzott a, a, verseny folyamán, ez, hogy igen, itt egy autóversenyről beszélünk. És, és még egy dolgot itt hadd emeljek ki Perezzel kapcsolatban. Ő merült föl többször ez a kérdés, hogy hogyha, hogy amikor Bottaszt rendelik alá Hamiltonnak, azt miért nem, miért nem élteti így a nép, vagy akkor, akkor miért az van, hogy, hogy a Mercedes szörnyű, mert elnyomja Bottas-t, itt meg ugye Perezt rendelték alá Verstappen-nek, Hát szerintem mindeneket arról van szó, hogy ez egy szezonzáró futam, ami a VB címről dönt, és, és, azt gondolom, hogy akár Perez, akár Bottas, akár bárki más ül az úgy szóval kettes számú autóban, azt alá kell rendelni a bajnok esélyes pilótárnak. Ha ezt nem teszed meg, akkor nem vagy a Forma 1-be való. Használnod kell Nézzük minden meg. olyan eszközt, Bocs, egy ami egy... rendelkezésedre áll. 2007-ben Felipe Masszának egy hazai győzelmet kellett átadni Kimi kezébe. De hát na hogy megtette. Ezen múlott, hogy az ő csapattársa világbajnok lesz, vagy nem. Magától értetődik, hogy megteszi. Nem? Hazai pályán is megtette. Persze. Gondolkodás nélkül. Persze. Azóta is, azóta is mondja, hogy nekem köszönheti, de, de megtette. Hát így is van. Ennyi. <laughs> Ö, és ugye azért volt nagyon fontos az, hogy Perez ott gyakorlatilag, hát egy 7-8 másodpercet ennyit tudott ő elvenni Hamiltontól, vagy, vagy ennyivel tudta ő felhozni Fersztappent, mert hogy ez eredményezte azt, hogy amikor a virtuális safety car érkezett, ugye Giovinazzi leállásánál, Hamilton nem tudott kereket cserélni. Azzal a plusz 7-8 másodperccel ugye meg lett volna neki az a távolsága, hogy ő kiállhasson kereket cserélni. És akkor ugye utána még egy lépés, hogy mivel ez nem történt meg, és ott kicsi volt a különbség, ebből következett az, hogy amikor a nagy fordulat Nikolas Latifi baleset elérkezett, Hamilton akkor se tudott volna úgy kereket cserélni, hogy azzal ne adja fel a pálya pozíciót. Ennyit számított Sergio Perez. Gyakorlatilag, ha az az akció nincs, valószínűleg nincs világbajnoki cím. Kilőtte a puskát a Mercedes kezéből konkrétan. Így van, így van, így van. Nikolász Latifi, egy szóra hadd térjek ki rá. Ő lesz az, új Timoglok. Az új, új Timoglok, igen. Ö, tehát ha belegondolsz, ugye 13 év telt el a 2008-as szezon záró óta, és Timoglok még mindig ezt kapja, hogy ő, ő tehet róla, ő vette el Felipe Massa bajnoki címét, meg hogy ő mennyit kapott ezért a mclaren meg hamilton és így tovább. Hát akkor azt hiszem, most Latifi is Legalább 13, évig fogja mindezt hallgatni. Szegény. Nem lennék a helyében. Nagy, nagyon nem. Pláne úgy, hogy egy olyan, olyan eset miatt történt, ami tényleg egy, egy nagyon hülye baleset volt. Nem? Kínos. Egy kínos. Kínos, meg az év végére nem hiányzik már az embernek egy ilyen. Az önbizalmodat az eléggé megrobbantja. Nem volt túl jó kedvében. Latifi pedig ő egy alapvetően abszolút pozitív ö, hozzáállású ember, tehát egy jókedélyű ö, srác, de, de emiatt, ami, ami történt, meg ahogy történt, amiatt, még a, ő a, a nagyon nehéz helyzeteket, meg a kellemetlen helyzeteket is nagyon szépen tudja lekezelni ezzel, hogy hogy adott esetben, ha úgy van, akkor röhög saját magán. De most ez egy olyan szitu volt, amikor, amikor, amikor tényleg nagyon szorított a cipő, <laughs> meg, nem, meg nagyon kellemetlen kellemetlen incidens volt. Ráadásul az év utolsó versenyén, amikor beszippantasz egy ilyet, az úgy azért, azért megroppantja egy picit az embert a téli szünetre. Ugye ilyenkor mindenki azon van, hogy jó, tudjuk le, hozzuk ki belőle, amit ki lehet, és akkor menjünk pihenni. Az úgy, úgy azt szokták mondani, a szezon záró azért egy kicsit, egy kicsit felkészít a hosszú szünetre. Hát ilyen, ilyen amit ami a Latifinek történt, az nem szokott, túlságosan jó tenni az ember lelki világának, hogyha autóversenyző, hogyha így zárod a szezonodat. Kivált akkor, hogyha adnak ilyen hatásra a szerencsétlen, az ég egyet a világon mindenki ezzel terrorizálta, hogy ugye tudod, hogy te döntötted el a, a, a világbajnoki cím sorsát. Tehát egészen elképesztő poénok mentek. Például az, hogy jó, akkor megfogalmazódott ez, nyilván hangsúlyozom, ez nem pusmorgás, nem plegyka, hanem poén szintjén. Abban a, abban a másodpercben, amikor ez megtörtént, Ránéztem a mellettem ülő spanyol kollégára, és azt mondta, hogy oké, okay, Latifi, Alfa Tauri 2023. <gül> <gül> a, a, az egyik német kollega az azzal jött, hogy hát akkor a Latifi az megtette, amit meg kell, akkor innentől fogva élethosszígtartó tartó beutalója van a Schlossberg Hotelba, Grácsba, ami ugye a Helmut Márko tulajdoda. <laughs> Helmut, Helmut Marko is kijelentette, hogy Latifi sokat hozzátette a, ehhez a történethez. Én egy, az én kedvencem egy ilyen képregény volt, hogy jönnek az ufók a földre, és szembe jön egy űrhajó, benne ül Latifi és Michael Mázi, és oda rádióznak, hogyha Mercedes-szel követnek minket, akkor állítsátok meg. Na, de, de ez komolyra fordítva, szóval egyébként szerintem ez, ez, tényleg óriási lelki teher lehet neki, mert ez banális, nyilvánvaló, hogy, ő, tehát banális is kijelenteni azt, hogy ő nem akarta ezt, tehát hogy a fenébe akarta volna, de ugye tény is való, hogy ő ezzel ö, akaratán meg mindenén kívül, de tevőlegesen beleszólt a világbajnoki cím eldőlésében. És hát azt hiszem, ez az, amit senki nem akar. Ez az, amit ugye Landon Norris például már rajt előtt elmondott, hogy ő, hogy ő a rajtnál nem lesz agresszív, mert nem akar ő eldönteni ezt a VB címet. sziták elég sokan. Nagyon pofa volt. Azt mondta, de azt mondta, hogy azt, azt mondta, hogy a világon senkinek nincs jobb jegye a világbajnoki csatára, mint neki. Tehát, hogy ő láthatja a legközelebbről, azt a aztán belefolyni nem akar, de amilyen közelről csak lehet, onnan, olyan közelről szereti figyelembe kísérni az eseményeket, és mondta, hogy senki nincs a földön, aki, aki nála közelebb lenne ehhez. Na, Ami szóval iganis. megtörtént a Latifi baleset. És ugye ezt követően tulajdonképpen azt kell mondjuk, hogy a Mercedes került egy rettenetes döntéshelyzetbe. Ugye itt fordult meg minden, mert innentől a stratégiailag mindenképp a Red Bullnak volt könnyebb helyzete, az ellenkezőjét kell csinálni, amit a Mercedes. Nem? Nagyjából ez, ez volt ugye az egyetlen esélyük innentől. És ugye a Mercedes került egy olyan helyzetbe, amit pillanatok alatt kellett eldönteni, hogy föladják a pálya pozíciót a gumi előnyért, vagy megtartják a pályapozíciót, úgyhogy minden bizony a gumi hátrányba kerülnek. Ö, ők ugye azzal számoltak, hogy hogy ez nem fog safety mögül újra újraindulni. Én. Tehát, hogy nem lesz gördülő rajt. És ö, én valahol azt gondolom, hogy ez egy óriási hiba volt. Ez egy óriási hiba volt, mert láthattuk idén már, hogy verseny nem fog safety card mögött véget érni. Ugye el is hangzott ez később az a, a futam után, ugye, hogy, hogy, ez egy szándék a versenyirányítás részéről, amivel a csapatok is egyetértettek. Nyilván nem ott abban a pillanatban, nem korábban. Hogy szándék ne. a, verseny versenyirányítás részéről, ugyanakkor pedig elvárásként van megfogalmazva a kereskedelmi jogok tulajdonosától. Tehát a, a FOM és a, és a Formula 1, ez, ez, elvárja, hogy, hogy műsort akarunk adni a világnak. Ez egy autóverseny, tehát ez azt jelenti, hogy tessék autóversenyezni, nem pedig biztonsági autó mögött körözgetni, pláne nem úgy lezárni egy versenyt, pláne nem úgy lezárni egy ilyen, ilyen szintű világbajnoki küzdelmet, mint ami, mint ami 2021-ben zajlott. És tudod, ha megnézzük, tehát uh, lesz még ennek több, több szál, most pár percet erről fogunk beszélgetni. megnézzük, ugye rengetegen, tényleg borzalmasan sokan, Hamilton, Verstappen szurkolók, semleges szurkolók, mindenki írta, hogy hogy azért igazságtalan ez így, méltatlan ez így, ahogy ez történt már Hamiltonnal szemben. És igen az, de a sport, és itt legyen szó bármilyen sportról tehát hát nem mindig igazságos, mert olyan, mint az élet, ugye, az sem mindig igazságos. És uh, és sajnos ez benne van. Főleg egy ilyen pályán, ahol közel vannak a falak, tudva levő volt, hogy borzalmas állapotban vannak a gumik, ugye volt több defekt, lassú defekt, egyszerűen számolni kell azzal, hogy lesz egy baleset egyszer csak, és jönni fog a safety card. Ugye ha megnézzük mondjuk a nagyobb pályás versenyeket Amerikából, csak egy gondolat, mondjuk az Indi 500 -at. folyamatosan a stratégák azzal számolnak, hogy mi van, ha jön, ha jön az újabb Hát ugye ott nem safety car van, de hanem ez egész pályás sárga, de a lényege ugyanaz, hogy azzal amit kell csinálni. És bizony nem egyszer előfordult, hogy egy Indy 500 ez döntött el. Azt az Indy 500 aminek a presztízse Amerikában hát nem sokkal kisebb, mint egy Formula 1-es világbajnoki címé, ha kisebb egyáltalán. És például ugye Alexander Rossi pár éve egy ilyen úgy szólván biztonsági autós fázis miatt ö, tudott győzni, mert a stratégiája reagált rá. Ez benne van a pakliban sajnos, vagy nem sajnos. Szerencséről, meg a bal szerencséről beszéltél. Van ennek egy olyan vonatkozása is. Nagyon sokan úgy értelmezték ezt, hogy azok az apró szerencsés húzások, amik, amikben a, ugye mindig, mindig, mindig visszatérő téma az, hogy mert hogy a Hamiltonnak mindig szerencséje van hogy egy picit, mintha, mintha, az élet most vette volna vissza egyszerre, egy adott pillanatban azokat a kis apró szerencséket, amiket, amik, amik, voltak neki szezon közben. Többen voltak, akik ezt, akik ezt az élet már csak ilyen, ahogy mondtad, hogy az élet néha igazságtalan, de alapvetően néha hát, igazságtalan. játszik. De utána meg döntetlenre játszik, azt mondja, hogy fix az X. Tehát amit kaptál, azt előbb-utóbb elveszik, vagy amit elvesz tőled az élet, azt előbb-utóbb valamilyen formában visszaadja. Tehát ezért, többen ezt, 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 úgy hozták le, hogy, hogy gyakorlatilag visszakapta azt, hogy elvette, tő, elvette, tőle most az élet azt, amit évközben adott neki bizonyos alkalmakkor, mert azért az, az elvitathatatlan, hogy évközben azért voltak neki szerencsés periódusai, amikor azt mondtuk, hogy azt mondta mindenki rá, hogy ez, ez tényleg szerencsés ezt másra nem lehet mondani, más, másra nem lehetett ráhúzni, csak a szerencsére. Hát most érted, hogy csak egy példát veszünk, hogy amikor válteli Bottas autója a Hungaroringen elszabadult és irányíthatatlanul ment az egyes kanyar felé, hát nagyon közel volt ahhoz, hogy Hamilton tűsse ki, és, és végül Végül hogy ne legyen az, aki a bukótérbe kerül. Meg hát úgy is nézhetjük a szemétől szempontjából, ugye tényleg a 2008 és 2021, az utolsó utáni pillanatban, egy ide, egy oda. Írta nekem valaki a leintés után, hogy milyen kár, hogy nem Massa készíti az interjúkat a dobogón. <laughs> <laughs> na milyen. Na, de. Ö, na, hova akartam? Igen, oda akartam tovább menni, hogy, ugye. Sajnos, ami viszont szerintem mindenképpen sajnálatos, hogy a két bajnok esélyes helyett, tulajdonképpen ismételten egy Michael Mázi nevű úriember került a figyelem középpontjába. Idén már sokat szól. És, és bár legutóbb közbotrányt kavarva és nagyon sokakat felidegesítve ha. védelmükbe vettük Michael Mázit, most nem biztos, hogy ugyanezt meg tudjuk tenni. Nálam Egyet elfogyott. Érteszől... Tehát ná nálam elfogyott az a nem is tudom, a muníció, amivel én őt védeném, meg, meg úgy a türelmem is. Elmondom, mit, mit gondolok az ő röviden, az ő vasárnapi tevékenységéről. Én azt éreztem rajta, hogy ő megpróbálta egészen eddig az esetig, az utolsó pillanatokig, megpróbálta ezt nagyon korrektül lehozni. Olyan értelemben, hogy amennyire lehet, annyira semlegesnek maradni, minél kevésbé beleszólni a dolgokba. Határozottan éreztem egy ilyen törekvést. Ha végig megyünk, ugye ott volt az első körös incidens uh, Fersztappen és Hamilton között. Azt mondta, hogy az első körbe ő ebben nem nyúl bele. El tudtam volna fogadni én azt is, ha azt mondja, hogy, hogy helycsere van. Uh, de abszolút tehát én ezt a szándékot éreztem rajta, hogy az első körbe ő nem akar ebbe a harcba belenyúlni, és teljesen megértettem, mint egy foci meccsen, amikor a bíró azt mondja, hogy én az első percben nem, nem osztok ki egy piros lapot. Ez évközben ezeken a beszélgetéseken, amikor, amikor lejön hát. vasárnap este a penbe és, és hivatalos keretek között, tehát nem ilyen haveri fecsej, hanem, hanem, hanem hivatalos keretek között lehet beszélni vele. Ezt ő mindig hangsúlyozza, hogy a, ennek a, ennek a Let them Race kezdeményezésnek az egyik alapvetése az, hogy az első körben az első körökben azért úgy engedékenyebbnek kell lenni. Ugye akkor a legszorosabb a mezőny, akkor vannak egyben, akkor nem lehet mindenbe belefütyülni, mert különben szétfütyülöd az egész találkozót. Számomra, Nincs értelem. Számomra ez rendben is volt. Utána ugye ott volt a Perez, az állítólagos veszélyes vezetés, mindegy, ugye azt is egy rádióüzenettel elintézte, hogy nincs itt semmi látni való. Ott volt Giovinazzi leállása. Abban a helyzetben, hogy a váltóhibás autó megáll a pálya szélén, azért láttunk már safety Már hogy rendes, igazi safety card. Nem küldte be, mert ugye azzal is belenyúlt, ha nagyon is, abban az is nagyon belenyúlt volna a meccsbe. Tehát én azt éreztem egészen odáig, hogy ő próbálja most a lehető legkevésbé exponálni magát, és a lehető legkisebb ö, ráhatással lenni a versenyre, és aztán előállt egy olyan szituáció, és ez amit aztán teljesen szörnyen kezelt szerintem, ahol ezt nem lehetett megtenni. Mert Latifi baleseténél akármit csinált volna, te belenyúlsz a meccsbe. Vagy így, vagy úgy, vagy amúgy. De mindenképpen. Ö, és én azt, amikor eljött az a pillanat, hogy Jött az, az üzenet, hogy nem engedik el a lekörözött autókat. Én őszintén szólva, de ez az én saját narratívám, lehet, hogy nincs igaz, amit én ezt a szándékot éreztem benne. Hogy ugye, ha ott hagyják a lekörözött autókat, és senki ne értsem félre, nem azt mondom, hogy így kellett volna csinálni, de azzal ugye valamelyest konverzálja, nem konverzálja, konzerválja a, a baleset előtti helyzetet, úgyhogy nem ereszti rá, úgy szóval, festapent Hamilton nyakára. Igen, ám csak ez ugye nem nagyon felelt volna meg a szabályoknak. Ö, és ugye ez az, amit azonnal fölismertek a Red Bullnál, és, és nyilván azt tették, amit ilyenkor tenni kell, hogy beleüvöltöttek a mikrofonba, hogy ez így nem jó. Ö, és, és, nyilván itt Emlékszel... más innentől, bocs, egy záró gondot, ehhez megint hülyét csinált magából, mert fél percen belül mondott két félét. És nem először idén. Emlékszel rá, hányszor méltattuk itt a műsorban Jonathan, Jonathan Viglid. Viglid aki a Red Bull sportigazgatója, és én mindig minden Már a családom is bán... tudja a nevét, a verseny közben ódákat zengtem róla neki. <laughs> Elképesztően sokat jelent az, ha van egy ilyen magasas, magas, magasan kvalifikált, és ilyen széleskörű és mély tapasztalatokkal rendelkező sportigazgatót, mint amilyen ő. Olyan tényleg, mint egy piránya abban a másodpercben, hogy a, gondolj bele, hogy megtörtént a helyzet, és hogy mennyi, hány másodperc, ez érdemes lenne visszanézni, hogy hány másodperccel később került adásba a rádióüzenet. Ugye annak azért van egy, van egy bizonyos átfutási ideje. Nem élő. Nem, nem élő, hanem az egy, az, egy, az egy, ilyen késleltetett élő, ami, ami bekerült. De, de, az egész néhány szempillantás volt, amikor már ott volt a bejátszott üzenet tehát, hogy mennyire, mennyire azon nyomban rögtön felismeri a helyzetet, és azonnal nyomja a gombot, és, és mondja, amit mondani kell a, a versenyirányításnak. verseny irányításnak. Tehát ez megint csak szeretném újra méltatni Jonathan whitley hogy, hogy, abban, hogy ez a, tehát ez a Red Bull formáció az egyáltalán eljutott odáig, hogy a világbajnoki címért harcolt, mindig mindenki az autótervezőt szokta méltatni, meg atya úristen, ahhoz, elképesztően sokat hozzátett Jonathan Whitley 2000, 2021 es teljesítménye. Én ezt meg is mondtam neki a verseny után, hogy le a főnök, ez amit idén, idén nyom. Ezt mindig megszoktuk beszélni, évközben nagyon sokat beszélünk, de most, most, most egy kicsit jobban kitértünk, és megmaszíroztam egy picit, hogy, hogy le a kalappa, mert ez, ha valami az ő világbajnoki címe is, akkor ez az ő világbajnoki címe is, mert, mert nagyon sokat hozzátett. Ez egy dolog. Kettő... E a, 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 a csapatok és a versenyirányítás közötti ö, kommunikáció, tehát egy picit belegondolva abban megint nem, nem mentegetni akarom a versenyigazgatót, félreértés ne esik, de az, ami ahogy meg lett ott bombázva, tehát fókuszálod kell arra, hogy mit duruzsolnak a fületbe, fókuszálod kell arra, hogy milyen döntést hozzál egy ilyen hosszú szezonnak a végén. Egyáltalán nem egyszerű feladat, és ki volt az, aki ezt kimondta? Ross Brown. Hm. A verseny után. Ki uh -huh. hogy ez, ez egész egyszerűen, ez, ez tűrhetetlen az, hogy, hogy ilyen szinten jutottunk, hogy az rendben van, hogy a sportigazgató beszélget a, 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 a versenyigazgatóval, de az, hogy a csapatfőnökük is. Wolf is nyomogatja a gombot, a Horner is nyomogatja a gombot. Tehát egyszerűen olyan szinten van teher alatt a versenyigazgató, hogy azt amikor a másodperc tört része alatt kell döntéseket hozni, azt nem lehet egy emberi személyre, egy emberi teremtményre rábízni. Ezt nem lehet egy emberre rábízni, egyszerűen ne, nem megoldható az a feladat. És erre tett egy, egy, egy utalást Ross Brown, hogy ezt gyakorlatilag fel kell számolni, ezt az intézményt, hogy a csapatfőnökök is tudjanak beszélni a versenyigazgatóhoz, tehát felismerték végre valahára, hogy, 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 kell valamilyen szinten ezt kontrollálni, mert különben, különben ez, ez, ennek soha nem lesz vége. Ennek soha, ha más nem csinálsz, gondold, csak tedd föl magadban. Ha te vagy a, a, másik csapatnál, ha van egy helyzet, amikor tudod, hogy neked egyébként sincs semmiféle lehetőséged, vagy mozgás, csak azért nyomod a gombot, meg nyomod a hülyeséget, hogy, hogy, hogy a figyelmét a versenyigazgatónak, hogy hát ha zavarosban lehet halászni, hogy hát ha ezzel elérsz valamit. De egyébként ezt már annyival ki lehetne védeni, hogyha a versenyigazgató mellett ülne egy asszisztens, akinek a fülébe befutnak ezek az üzenetek, és ő megszűri. Mert lehet, hogy érted, hogy a tíz hívásból egynek van relevanciája. A többinek meg nincs. Amikor látod, hogy, hogy kapcsolják a mázit, ugye maszk van rajta, amikor bevágják adásból a de mindig látod, hogy jár a szája, folyamatosan, folyamatosan beszélnek hozzá. Megállás, megállás. tartanánk itt a podcastet, és akkor még a fülhallgatónkba külön bele, Dumálnának egy csomó, Betlen, Tamás, félik. Betlen Tamás mondaná, hogy a műsoridőre figyeljetek, mert <laughs> megállás nélkül mondaná, hogy a műsoridőre figyeljetek. Ez szörnyű, Tehát, amikor követ dobunk valakire, azért érdemes, mert az a gyűlölet cunami, ami van, igen, Michael Mázi, én azt gondolom, hogy most ezt ki lehet jelenteni, hogy, hogy nagy hibát vétett. Én azt gondolom, hogy nagy hibát vétett. A sajtóteremben egyöntetű volt az állás, álláspont, hogy, hogy felkiáltottak fel az emberek, hogy red flag. Hogy, ugyanis ebben a helyzetben, amikor, amikor ilyen szintű úttorlasz keletkezik, meg, meg, ilyen szintű törmelék van a pályán, az elmúlt időszaknak a gyakorlata, az, az ennél kisebb helyzetekben is ott volt a red flag. Főleg Emlék? a hajrába. Nézd meg Bakut. Ott volt a hajrában a piros ugye biztosítandó azt, hogy ne kelljen safety card mögött befejezni a versenyt. Igen. Jó, ott Igen. a defektek is közrejátszottak, de, de hát nyilván ott is, hogyha nincs piros zászló, akkor, akkor nem, nem versenytempóban ér a, ér be a mezőny. Együttető volt mindenkinek az álláspontja, hogy akkor itt safety kell, bocsánat, hogy piros zászló kell, tehát közfelkiáltás hogy hol a, hol a piros zászló. néztek egymásra a tudósítók, hogy te, atyar, hogy mi történik? Hát egyértelmű, hogy itt, 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 piros zászlónak kell jönnie, de nem jött. Uh... Tehát elkövetett hibákat, de... Igen. Gondoljunk bele ebbe is, és a már Ross Brown is kimondja ezt, hogy hogy ez már túl sok az a nyomás, ami alatt ez az emberi lény a versenyigazgató van, akkor akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy, hogy nem-e maga a rendszer hibás úgy, ahogy van. És én erre, erre tettem egy utalást az előző adásban, hogy hogy, 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 az egész intézményt kellene megvizsgálni, hogy hogy lehetne ezt úgy csinálni, hogy az jó legyen. Mert ez egyre inkább úgy tűnik, hogy ilyen intenzív csata esetén, mint ami, ami jelenleg zajlik, ilyen aktív résztvevőkkel, ezt, ezt nagyon nehéz így kordában tartani. Két dologra hadd reagáljak. Az egyik, amit itt, itt utaltál is, rá tulajdonképpen mindkét irányból, hogy Jonathan Wheatley és Michael Mazi kettejük között az a nagy különbség, hogy az egyikük képes azonnal reagálni egy szituációt, a másikuk meg nem. Michael Mazit így figyelve egy ideje... Bocsánat, bocsánat, az, az alapvető különbség az, hogy Jonathan Whitley-nek csak annyi a feladata. Nyilván, nyilván. Míg Michael Mazinak az összes mindenségnek az összefogása és koordinálása a feladata. A... Szignifikáns különbség van a két feladatkör között. Ezt én értem, de akkor is nekem az a benyomásom, hogy a mázi zavarba jön, hogy gyorsan kell reagálni, és elkezd félre beszélni. Ezt láthattuk Jeddában is, amikor volt az a, az a nagyon, nagyon, esetlen üzengetés, hogy akkor, akkor, max második jó, már hogy okom mögött. Ja nem, akkor harmadik. Tehát, hogy ugye Szó szerint félrebeszélt, ugye? Az a, beszéltük az ő szerencsétlenségéhez, bejátszották, szerintem egyáltalán nem kellett volna. És itt most megint... Ja, ez az, amire szeretném főhívni a figyelmet, hogy, hogy nem tudjuk, hogy más hogy reagált volna. Adott esetben a nagy előd hogyan reagált, milyen stílusban kommunikált, vétetett, mert nem hallottuk. Most ja. van először ilyen, hogy ha hangsúlyozom, tehát hogy én azt szeretném, hogy ez, ne ez legyen, ne csak ez legyen a mérvadó. Ja nem, 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 ezt csak, ezt csak úgy fölvetettem, és hogy most is ugye nagyon gyorsan kellett volna dönteni, és és legalább egyszer rossz döntést hozott. Mert az, hogy fél percen belül kiírjuk, előbb, hogy nem engedjük el a lekörözötteket, utána meg, hogy igen, az úgy nem oké. Okay. Tehát, hogy az, akkor itt megint az összevissza kommunikáció zajlik, ami meg a piros zászlót illeti. Ö, talán, talán az lett volna itt a legjobb megoldás, de én még tovább megyek, én azt mondom, hogy jó megoldás nem volt erre a helyzetre. Tehát ki előállt egy olyan helyzet, amire mindenki számára kielégítő megoldás nem volt. Az azzal vádolták mázékat nagyon sokan, hogy itt sót akartak csinálni, és azért áldozták fel hamilton a só oltárán. Én ezt hadd utasítsam vissza. Tehát szerintem, ha a szempont az lett volna, hogy sót csináljunk, akkor piros zászló, és lesz egy háromkörös sprint a bajnoki címér. Hát annál nagyobb só nem lehetett volna a földön, mint hogy háromkörös verseny eldönti a világbajnoki címet. Ö, és hát ugye, hogy mondjam, ez, ez egyfajta esélykiegyenlítés lett volna a két versenyző között, hogyha belengetik a pirosat. Ezzel szemben ö, ugye az, ahogy történt, az gyakorlatilag átfordította az esélyeket Hamiltonról Fersteppen javára, egyszerűen amiért már stratégiai előny, ilyenkor a hátuljövőnél van. Meg mert a Mercedes rosszul döntött. Viszont még egy dolgot muszáj kiemelni, hogy ö, azért azt nem mondja már senki, hogy Fersztappen ajándékba kapta ezt. Olyan értem, hogy egyetlen kör volt hátra, egyetlen esélye volt, hogy megelőzze Louis hamilton és utána a kör maradék részét kivédekezze ez ellen, a szörnyeteg ellen, ahogy fogalmazni szoktunk. Tehát ezt meg kellett csinálni. Így van. Görcsölő lábbal, mint azóta Pont, kiderült. Pontosan, ez, ez, végre, végre, ez ostobaság. Tehát ilyet nem szabad mondani, hogy ez dombolán nyerte meg meg tálcán udatták neki, mert, mert nem így van. Tehát azt, azt, a, azt, amit meg kellett tenni, azt meg kellett tenni, és azt senki nem tette meg helyette. Maradjunk ennyiben. Tehát egy Louis Hamiltonnak neki menni, még akkor is, hogy úgy, úgy, értem, hogy neki menni, hogy neki ugrani és megelőzni, hogy tudod, tudod hogy egyetlen esélyed van. Ez körülbelül olyan volt, egyébként pár húzamot lehet vonni, a, 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 például a, a 90-es foci VB döntőjét, hogy mondjam. Uh -huh. Amikor az argentínok meg a németek játszottak, és a Bréme odaállt a, a, a 11 azt el kellett vállalni, és azt be kellett lőni. Igen. Ez, pontosan, ez pontosan ugyanez a helyzet. Ott. És ez ez ugyanaz, mint a futballban a 11-es, amit nem tudsz szimulálni. Tehát edzésen egymilliószor rúghatsz 11-est. Egymilliószor. Lehet, hogy egymilliószor be is rúgod. De abban az adott pillanatban, amikor ott vagy, abban a lelki állapotban, abban a mentális állapotban, abban a, a fáradtságban, hát gondolj bele, egy ilyen maratoni szezonnak az utolsó körében voltak ezek a fiúk. Az bizony, az bizony meg kellett csinálni, még akkor is, hogyha technikai előnyöd van. Még akkor is, hogyha technikai előnyöd van, a, a, a gumiból kifolyólag is gyorsabb vagy. Azt, azt ott meg kellett csinálni. Tehát ez, ezért or, orbitális marhaság, hogyha valaki azt mondja, hogy ezt, ezt Max Verstappen ezt tálcán kapta ezt a világbajnokságot, és a nevére írták azért, mert, mert ezt valaki jó előre megint nem. Azt ott meg kellett csinálni azt az előzést, és az, az, az nem egy kis feladat. És nagyon érdekes, én azt mondom, még lélektani szempontból is nagyon érdekes el az utolsó kör mert ugye, ahogy Hamilton és Perez kapcsán elmondtuk, hogy túl korán előzött Hamilton, hát Verstappenről még ugyanez elmondható. Igaz, hogy DRS nem volt, ugye? De hát a két hosszú egyenes előtt megcsinálta az előzést, és ugye Hamiltonnak volt is visszatámadási kísérlete. De én azt gondolom, hogy ő, tehát én ott a pillanat nevében én azt kiabáltam a tévének, hogy túl korán van ott előzni, ahol ő megtette. Mert Csak ugye... a kiabáltad, vagy volt is valaki, vagy volt valaki más is körülötted? Volt, 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 persze, az egész család ott ült, hát együtt néztük a szezon zárót, komoly családi esemény volt. De hogy úgy éreztem, hogy, hogy ez túl korai. Másfelől viszont, és ezért mondom, hogy, hogy lélektanilag nagyon érdekes, ugye Valószínűleg itt az történt. Fersztappen megkérdezhetnénk, csak nem vagyok benne biztos, hogy emlékszik, hogy mi történt egészen pontosan. Ugye az adrenalinnak van ilyen hatása. No, Szóval ott volt egy lehetőség, és valószínűleg ezt nem akarta elengedni. Mondván, hogy később optimálisabb lenne előzni, mert az a később, ugye az még kettő darab kanyart lehet, ahol előzni tudsz, ha nem csinálod meg, akkor elment a világbajnokság. Beugrott, aztán úgy volt vele, hogy majd valahogy kivédekezi. Sikerült is. Nem ütköztek össze az utolsó körben, tehát még esetleg azzal lehetett volna fokozni itt az eddigi Eddig ilyeket, mert ugye ott az egyik féktáv előtt nagyon-nagyon közel voltak egymáshoz, de ez most elmaradt, és hát végigcsinálta. Ebből, elképesztő, tehát ezt, ez már tényleg az a forgatókönyv volt, hogyha ezt filmben látom, akkor azt mondom, hogy ez paromság. Tehát a forgatókönyvíró kicsit vegyen vissza, mert ilyen nincs. Uh -huh. 6300 km után az utolsó körbe eldől a világbajnoki cím lenyűgöző. lenyűgöző. Bármi, bárhogy is, akár viz, vizsgáljuk a különböző szenáriókat, hogy mi lehetett volna, hogy lehetett volna. Összességében az a benyomása az embernek, hogy, és ebben, ebben sokkal, sok kollégával egyetértettük, hogy egy, egy ilyen őrült szezonnak, mint amilyen ez a szezon volt, egy ilyen őrült befejezés dugált. Egy ilyen se eleje, se vége, Történet, ez kiárt így a, hogy azért, hogy ez, ha semmi más nem, ez garantálja azt, hogy 2021-ről még, még 2121-ben is beszélgetni fognak az emberek. Abban biztos lehet, Ö, én biztos vagyok. Még egy, még egy dolgot hadd hozzak ide, aztán szerintem lassan tovább lendülhetünk az adás ezen a részén. Azt mondtam én, kiraktam itt az felvétel előtt egy szavazást a csoportban, nem sokkal azelőtt, hogy elkezdtük a felvételt, hogy ki szerint mi lett volna a legkorrektebb, a legigazságosabb lépés. Nézzük, mi lenne, ha Michael Mázi helyén a Foruna Podcast hallgatói ülnek. Öm, és nagyon-nagyon vezetett a piros zászló. Valahol értem, hogy miért. Valahol értem, hogy miért. Ugye a piros zászló tulajdonképpen azt mit tett volna, Ugye abban az esetben Hamiltonnak a, a béli előnye vész el, Verstappennek meg a stratégiai előnye, kvázi lenullázzanak mindent. De én azt mondom, még ez sem lett volna egy egészen, egészen, ö, egészen korrekt megoldás. Mm. Az amerikai sorozatokban nagy divat a Green White Checkered. Ugye az, hogy az újraindítás után két kör van még. Fixen. Akkor is, ha ez túl lóg a versenytávon. És igen, tudom, hogy ezt így egy-egyben az egyben nem lehet bevezetni, már csak az üzemanyag elhasználás miatt sem. De e, azt szerintem egy nagyon jó irány. Tehát ugye ott, hogyha, hogyha pészkár van, vagy egész pálya sárga van, akkor utána még két kört megtesz a Fixen, két kör még a versenytáv, hogyha az túl lógna a leintésen. És ez talán az ilyen helyzetekre, mert ugye ki gondolta volna, hogy egy pont ilyen helyzet elő tud állni, de most előállt, és gyakorlatilag egy világbajnoki címről döntött. És legalább ötlet szintjén foglalkozni kéne szerintem azzal, itt a tér ráérnek, hogyha legközebb előáll elő el egy ugyanilyen szituáció, akkor ott mi a teendő? Mert az szerintem rossz, tehát az egy nagyon jó irány, az én saját személyes véleményem szerint egy nagyon jó irány, hogy ne fussanak be safety mögött az autók. Mert az tényleg, az olyan béna. Tehát az úgy a favát-borsát kiveszi a versenyzésnek, ha széptiker mögött futnak be. Nem feltétlenül jó, bár nem egy rossz irány szerintem, amit Bakuba láttunk, hogy akkor egy piros zászlóval ezt kivédjük. De ki tudja, lehet, hogy van erre egy még jobb megoldás. Ráérünk, tessék vele foglalkozni. Pusborgás Light című arrovatunk következik ezzel is biztosan fognak foglalkozni, de amit én hallottam nagyon sok emberrel beszélgettem hivatalos emberekkel is és azzal biztosan fognak foglalkozni, hogy a verseny irányítás témáját azt azt átgondolják. Úgy mondom, hogy hogy autosport szövetségi szinten nem akarok mondani olyat, hogy milyen drasztikus elképzelések vannak, erre nem vagyok felkemve, hogy ilyet mondjak. Elkép, fogalmazunk így polkorrekten, hogy elképzelhető személycsere is, elképzelhető az is, hogy a, a, a rendszer működtetésének a, a vizsgálatát lefolytatják, hogy hogyan lehetne jobban csinálni, hogyan lehetne pontosabban csinálni. Egy dolog bizonyos, hogy az, aki megszerzi a karmesteri pálcát ezen a héten három nap múlva a Nemzetközi Automobil Szövetség elnökválasztásán. Nevezzék őt Graham Stokernek, vagy nevezzék őt Mohamed Bin Sulayemnek, ugye ők a két jelölt, akik zsantott utódai lehetnek. Az biztos, hogy a tendivalók listáján a legmagasabb helyeken egyikén fog szerepelni az, hogy a Form 1-es versenyirányításnak a a megvizsgálása. Jelentsen ez bármit is, ezt több helyről hallottam, hogy ez egy, ez egy fontos téma lesz az első tennivalók között az új FIA vezetésnek. Aztán majd meglátjuk, hogy ebből mi fog kisülni. Na, hát majd látjuk, hogyan tovább, ahogy mondtad. És szeretnék itt még valakiről beszélni, mielőtt utána tempósan is lényegre törően átadjuk idén utoljára a szokásos futamvégi díjainkat. Nem csak azért szeretném kiemelni ezt az embert, mert egyébként én azt gondolom, hogy a Forma történetének talán legérdektelenebb dobogóját ő szerezte meg. Érthető okból, szegény Carlos sainz a kutya nem foglalkozott. Viszont most tegyük, most tegyük meg. Ö, és nem csak azért, mert, mert dobogós lett itt Abu hanem azért is, mert ez azt jelentette, hogy had, hadd dicsérjelek már kicsit téged. mellett mellette kicsit téged is. Komolyan? Kedves hallgatók, tavaly májusban járunk, ugye 2020 májusában történt, hogy Carlos Sainz szerzőtetését bejelentette a Ferrari. Sanyi azt mondta nekem, már nem a Carlos Sanyi, hanem a Mészáros Sanyi, hogy a Sainz el fogja kapni Löklert. Én ezt két kedve fogadtam. Nem azért, mert nem nagyon nagyra tartottam Sainzot, gyakorlatilag attól a pillanattól kezdve, hogy megérkezett a Forma de mégis hihetetlennek tűnt számomra, hogy megérkezik a Ferrarihoz, és az első közös évükben elveri. És lám, ugye ez lett a vége, nem Charles Lecler, és nem Lando Norris lett a világbajnokság ötödik helyezettje, hanem Carlos Sainz. És ezt te aznap megmondtad nekem, amiért nagy elismerés illet téged. Sainzot meg többek között azért is. Zsinorban harmadszor van bent az első hat közt a bajnokságban. Louis az Hamilton, egy... Max Verstappen, Valtteri Bottas, Carlos Sainz. Ők négyen mondhatják el azt, hogy az elmúlt három évben mindig top hatosak voltak a bajnokságban. Lenyűgöző. Tényleg lenyűgöző teljesítmény. De kétszer a mclaren egyszer pedig a Ferrari-val. Hát ennyi, nem tudom, mit tudsz ehhez hozzáfűzni. Sainz kapcsán. Nem csak, nem csak mondtam, hanem, hanem az egyik nagy magyar internetes portál kért tőlem egy, egy véleménycikket ezzel kapcsolatban, hogy, hogy mit gondolok én erről, hogy Carlos Sainz lett a, a Ferrari választott Leclerc mellé, és én ott is deklaráltam ezt, hogy, hogy, én, én magam arra számítok, hogy mert ugye rögtön jöttek ezek a, ezek az előítéletek, hogy ott biztos, hogy csak hegedűs lesz, meg vízhordó lesz, meg, meg tudja Isten mi lesz. Ö, és én, nem, én ismerve a, a sztorinak a hátterét, azt, hogy, hogy milyen indokok mentén került ő oda, meg, meg mit mérlegelt, amikor oda ment, azért elég jó a kapcsolata, a, fogalmazunk így, hogy a Science stábbal. Én akkor is azt mondtam, hogy, hogy ez egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ő csak azért menjen oda, hogy ő, ő másod legyen, meg vízfordulni. Csak is egy cél lebeghetett az, hogy neki menni a kis hercegnek, mert jelen, tehát akkor abban a pillanatban ott sárlök le, a, kis herceg volt a Ferrari. Persze, ]nek. hiszen ja. fölmosta a padlót egy négyszeres világbajnokkal. Így van, így tehát, van. Okkal, a, 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 okkal volt ő a kis herceg. Te Távol tőlem, hogy bármit elvitassak tőle, az egyik, az egyik legszimpatikusabb autóversenyző. Úgy mondom, nem az, hogy Form 1 az egyik legszimpatikusabb autóversenyző az egész planétán. Sárlök le, félreért és ne essi. Csak, csak látva azt, hogy mit tett az korábbi években az asztalra Carlos Sainz, abban az évben pont éppen a McLarennél, korábban a Renault-nál is nagyon sokat dolgoznak. Olyan széles körű szerte tapasztalatai vannak, hogy, hogy az valami egészen elképesztő. Tehát ő, ő volt nagyon kis csapatnál, ugye, a, a megette azt a kenyeret, amit meg kellett tenni, utána odament egy, egy, hát egy ilyen sekint sebent brigádhoz, mint amilyen a Renault, ahonnan, ahol szintén megjárta a mennyet, meg a poklot, meg jó sok kenyeret megevett, onnan átkerült a McLarenhez, aminek a, a, ahhoz, hogy a felszállóákba került a McLaren, ahhoz én mindig nyíltan deklarálom, hogy az jelentős részben tudható Andreas Seidlnek. Vissza lehet hallgatni a korábbi adásaink egyikét, amikor őt láttuk vendégül, ahol elmondta, hogy mi volt az, amit, amit helyre kellett tenni, hogy meginduljanak fölfelé, de az semmit sem ért volna, hogyha nincs ott egy olyan pilóta aki olyan tapasztalatokkal rendelkezik, mint Szánc, aki tud, fel, ki tudta használni azokat a változásokat, amik a csapatnál zajlottak, és el tudta kezdeni tolni fölfelé a szekeret. Anélkül, hogy elvitatnám Lendonoris érdemeit. De Amúgy maga az, aki. Bárhova megy ez a srác, felszálló ágba kerül a csapat. Ezt én, én nagyon sok meklárenes embertől hallottam, a Tororoszonál is ezt hallottam az emberektől, hogy egyszerűen fertőző az a, az a mániákus munkához való hozzáállás, ami nála van. Tehát, hogy, hogy szenteste nem tud kirugdosni a gyárból, mert még mindig ott sündörög az új autó körül, hogy, hogy, minél volt már ilyesmire is precedens például. Egészen elképesztő, hogy milyen a hozzáállás a Carlos Sainznak, és én, én, azt gondolom, hogy hogy nagyon-nagyon nagy szezonja volt ez neki, ez az idei év. Egy, a verseny után már itt a nagy pakolászás, csomagolás, meg búcsúzkodás közben összefutottam vele, meg a, a Faterral, és egy picit beszélgettünk erről, hogy akkor itt, hogy is volt, hogy mennyire jelentéktelen volt ez. Tehát nem, nem volt, nem, nem, a jelentőség volt kis, hanem a figyelem, amit kapott ez a harmadik hely. Tehát annyira mindenki Fersztappeddel és Hamiltonnal volt elfoglalva az egész hétvége, annyira körülöttük épült fel, hogy azt mondta nekem a Károsz, hogy egy ment fölfelé a dobogóra, szinte azt érezte, hogy azok, akik, akik ott a, a, a fölfelé vezető, a pódiumhoz vezető úton, akikkel találkozott, hogy azok még így meglepőt, hogy ja, te is itt vagy. Ha <laughs> <laughs> tényleg Jaj. itt a first itt vagy, ja, ja, meg te is itt vagy. Azt, hogy, hogy, hogy szinte ezt érezte. Hogy milyen bassz vannak neki. Ugye annak idején az első dobogóját és úgy szerezte, hogy fős állhatott rá. Tehát egészen elképesztő, viszont minden dicséretet megérdemel. És én nagy örömmel látom azt, hogy bár az év első felében, hangsúlyozom, ez pusztán privát megérzés, látva azt, hogy, 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 mit, amennyire betekintést nyerhetünk újságíróként annál, hogy mi zajlik. Ugye az ember, nekem a mániám ezt, hogy szeretek olvasgatni a jelekből. Nagyon sokszor be is jönnek dolgok, nagyon sokszor nem. De az évelején elején egy picit úgy éreztem, hogy az azért egy, egy nagyon komoly, kompetitív előny a, a Lökler kezében az, hogy, hogy megvolt az, az a, az a töretlen és megkérdőjelezhetetlen bizalom, aminek meg kell lennie a pilóta és a csapatfőnök között. Azt láttad, hogy a Binotto mindig máshogy szólt a, a Löklerhez, mint az új fiúhoz, aki most lépett be az ajtón. Most már viszont azt látod, hogy, 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 ugyanaz, a, ugyanaz a bizalom megvan a másik irányba is. Jó, jó, jó rájuk nézni, ahogy ők, meg az is jó, hogy ők ketten jó megvannak egymással. Még egyelőre nem szorogatják egymásnak a torkát, majd fogják abban a pillanatban, hogyha kiderülne mondjuk, hogy a jövő évi Ferrari az egy versenyképes autó, amivel világbajnoki lehet harcolni, abban a pillanatban el fogják majd kezdeni szorogatni egymástak anyagát. Úgy kollektívan mindenki mindenki ért. Nem mindegy, hogy mennyire tudod. Van... Szánsz a, a löklerét, lökler a szánycét, lesz bizonyot, binotto, de... binotto a mindenki mindenki ér. Van majd, egészséges, meg... meg van toxikus rivalizálás, és én szerintem van. itt számíthat azért a jellem, tehát, hogy nem muszáj szerintem, hogy csapaton belül olyan mélységbe jussanak a dolgok, mint, hát, mint mondjuk Fettel és Webber között. Tehát nyilván elszabadulnak dolgok, de láthattuk, láthattunk azért ellenpéldát erre. és hát még annyit tegyünk hozzá, hogy azért tényleg, hogy ott gyűjti a skalpokat, hogy megvannak az új generáció legfényesebb képviselői, ugye, akiket úgy együtt szoktunk emlegetni, Hát Verstappen nem sikerült a közös szezonba elverni, viszont azóta Norris és Löklert is elgyepálta. Tehát, hogy az, az, ifjú titánoknak azért, azért sorra elkapja a grabancát. Úgyhogy ő maga is egy ifjú titán. Ő maga is, ő maga is, persze. Csak hogy mondjam, van ez a, van ez a szent háromság, vagy négyes fogat, amit együtt szokás emlegetni, Verstappen, Russell, Lökler, Norris, de hát közben Sainznak is ott a helye, mert tényleg itt a, eddig a négyből három volt a csapattárs, és ebből kettőt elvert. Az ő helyzete is nagyon jól megmutatja egyébként azt, hogy milyen borzalmasan nehéz a helyzete annak, aki egy nagynevű nevű pilóta gyermekeként tör babérokra. Tehát, Mi hogy ő szerintem... Na mit a... hogy, hogy, mennyire, mennyire nehéz ezt leküzdeni, hogy ja, te csak azért vagy itt, mert annak a fia vagy. Tehát én tisztán emlékszem rá, amikor jött a kis Kárlós, akkor mindenki azt mondta rá, hogy ja, hát az azért van ilyen junior formulában, meg olyan junior formulában, mert ugye a, a Fater az az, A Fater Betóta. Pontosan. Aztán idejött, itt volt a tororoszonál, én azt gondolom, hogy ott is, ahhoz képest, tehát, hogy Fersztappen nem ment együtt, egy abszolút megsüvegelendő, sőt, extra szezont tett ki az asztalra. Aztán utána akárhová ment mindenütt letette a névjegyét, és, és, valahogy mégsem akarják az emberek őt a legfényesebb ö, csillagok közé berakni, vagy hogy ott emlegetni abszolút abban az arany generációban, ami most itt bontakozik ki a Forma pedig ő a oszlopos tagjának kell, hogy legyen ennek az aranygenerációnak, mert ha nem így lesz, akkor egyszerűen nincs igazság, mert annyi mindent tett az asztalra már eddig is ez a gyerek, hogy megérdemli azt, hogy sikeres legyen. Én azt hiszem, idén nagyon sokat tett azért, hogy ebben a népsorban emlegessék őt is. No, Lépjünk tovább. Itt előre bocsátom a kedves hallgatóknak, hogy lesz olyan adásunk, nem is annyira sokára, amikor a mezőny minden tagjára külön ki fogunk térni, mind a, mind a 20 versenyzőre. Most viszont ugye nem maradt más hátra, mint hogy jó szokásainknak megfelelően idén 22-szer is átadjuk díjainkat és ismertessük pontjainkat. Hétvége embere talán kisé meglepő ö, választás, de nem Louis Hamilton és nem Max Verstappen hanem Sergio Perez. Mégpedig azért, mert Sergio Perez ö, gyakorlatilag az elmúlt, nem tudom, évek, évtizedek egyik legemlékezetesebb manőverével versenyben tartotta a csapattársát a világbajnoki címért, és megteremtette neki azt a lehetőséget, hogy a verseny hajrájában megszerezze a világbajnoki címet. Azt tette, ahogy mondtad az adás elején, amiért odavitték, megdolgozott a pénzért, és megtette azt, amit egy, mondjuk egy, nem mondjuk második számú, hanem mondjuk egy szány segédnek meg kell tennie egy VB harcban, esélyt teremtett a csapatásának a VB címre. Elképesztő, tényleg elképesztő volt az egész. Ö, nagyon sajnáltam, hogy nem fejezhette be a futamot. A verseny után nyilatkozott, a viszont nagyon tetszett. Amikor azt mondta, hogy remélem, hogy Luis is megérti, hogy miért tettem, amit tettem, mert a csapatomért dolgoztam magyar vonatkozású... Meg lennék de... lepve, ha nem lenne magyar vonatkozású. Magyar, magyar vonatkozású is van Csekó Perez teljesítményének. Tudod, tudod -e, hogy kitől kapta chip tuningot erre a versenyre? Nem én. Hát kérek szépen, akkor, akkor most beírok neked egy fekete pontot, és világá küldöm A Formula Podcast állandó hallgatójától és sportszakmai tevékenységért felelős kiemelt főosztályvezetőnktől, Hetyei Júliától kapta a Csimtudingon Cseko Perez. Júlia ezen a hétvégén Abu Dhabiban sportbíróskodott, ezúttal a Box utcában teljesített szolgálatod, és Ugye a boxutszások azok, akik utána lehetőséget kapnak a rajtrácson arra, hogy hogy szolgáltat teljesítsenek a, a, a rajt előkészítő időszakban, a, a grid formation idején. És ez általában ez úgy szokott lenni, mint ennek utána jártam, hogy a, a mezőny sorrendjében van a prioritása az oda kihelyezett sportbíróknak is. Ugye aki ott, aki nagyon nagy számárságot csinál, az nem kellene, hogy a, a, a versenynek a menetét bármilyen formában is befolyásolja. Ezért a, az értékelések alapján a, a legjobbak, azok mindig a, a gridnek az elején kapnak helyet. Na most Júlia a, a négyes rajtkockánál teljesített szolgálatot, úgyhogy elképesztően nagy büszkeség mindannyiunk számára hogy őt a Formula Podcast állandó hallgatói között tudjuk, a Formula Podcast Facebook csoport aktív tagjai között tudhatjuk, illetőleg az is, tessenek erre büszkének lenni, hogy a magyar sportszakma ilyen szinten áll, hogy egy ilyen fontos, az évszázad egyik legfontosabb autóversenyén a négyes rajtkockát egy magyar sportbíróra bízták, úgyhogy ezúttal is gratulálunk Hegyei Juliának. Ez csodálatos, tényleg. Milyen? És, és hozzáteszem, életünkben először ott találkoztunk a négyes rajtkockánál. Személyesen. Nagyon Személyesen, jó. igen, milliószor beszéltünk, volt itt az adásban is, de az első személyes találkozáshoz egy ilyen fontos autóversenyt kellett összerakni a, a Formula One és az, az FIA-nak, hogy, hogy végre találkozhassunk, úgyhogy megtörtént ez is, úgyhogy büszkék vagyunk Júliára. Ez így van, ez így van. Én pedig most nagyon nagy örömmel kihirdetem a hétvége meglepetését. De rég vártam ezt a pillanatot, hogy valami jót mondhassak végre Juki Cunodáról. Na. <laughs> Csarod, de Fige, nagyon vártam én ezt, amit így kérlek szépen... Kérlek szépen, felkérlek arra, hogy méltasd Cuki Cunodád. Kérlek szépen, hát kezdjük azzal, hogy ugye idén először, ez még nem túl szép dolog, de azért mondjuk, idén először megverte Pierre Gáslit, sőt, majd nem azt mondhatjuk, hogy ő volt Pierre Gasly ezen a hétvégén. Tehát a, úgy értem, ugye, aki az Alfa Taurit odapakolja a rajtrács elejére, ugye a harmadik rajtsorban egészen pontosan, és aki közvetlenül az élmezők mögött célba is viszi azt az Alfa Taurit. Ő az meg, hogy Váteri bottást kétszer lenyomta, egyszer az első, egyszer az utolsó körben, a Mercedes-től búcsúzó, meg a konstruktúri világbajnok autóba ülő Válteri Bottaszt, hát az óriási. Úgyhogy tényleg egy, egy, egy rossz szava nem lehetett senkinek Cunodára ezen a hétvégén. És amit, amit én nagyon alá akarok húzni, hogy ahogy azt Latifi kapcsán mondtad, hogy kicsit a, a jövő évi felkészülés meghatározza az utolsó verseny. És ahogy, ahogy Latifinek az önbizalmát, hát valószínűleg kicsit átrendezte most, mindaz, ami történt, Cunoda, akinek azért voltak, tudjuk, hogy voltak önbizalmi, illetve mentális jellegű nehézségei, egy, egy óriási lökést kaphatott most a, a téli felkészülésre, és én őszintén bízom benne, hogy jövőre, majd egy a mostani Cunodára sokkal jobban hasonlító fickót fogunk látni a 22-es számú autóban, és nem a nem a szezon nagy részében látott fickót. Amúgy a Óriási, ezt vala, nem, sajnos nem én vettem észre, valaki fölhívta rá a figyelmem, ugye, hogy hogy nézett ki a végeredmény? 33-as, 44-es, 55-ös, és utána 22-es. Mit jelent ez? Tulajdonképpen nyernie kellett volna, hiszen úgy jött volna ki szép, hogy 22-es, 33 as Na mindegy, de tényleg óriási volt. És egyébként egy jó szót Pierre Gezli is megérdemel, aki az elrontott időmérő után ugye közvetlen Cundának mögé hozta be az autót, tehát az Alfa Tauri 22 ponttal zárta a szezon zárót. Az új meg, van. Megsüvegelendő teljesítménye. Annak fényében, hogy nem számítottak már ők ekkora pontszüretre, így a, a, a szezon utolsó versenyére. Nagy volt a kesergés az elmúlt hetekben, hogy nem számítanak nagy pontszüretre, Ez azért, ha másra nem arra jó, hogy azért ezeket a pontokat majd vastagon hozzáírják, amikor a nagy közös kalapból kapják a zsetont a a Formula egy pénztárnokaitól. Egy picit hagy cunodázzak én is. Én, a méltatása megtörtént le a kalappal. Én a helyszínen járva kelve leültem és beszélgettem egy nagyot Masashi Yamamoto-val, ahogy, ahogy azt a, a, a is említettem, hogy a Honda kivonulása, bevonulása, nem is tudom, hogy minek nevezzük ezt a sekint-sebent állapotot, amit a, a, a Honda-nál tulajdonképpen elbúcsúzott egy japán zászló. A Mert szó... minden más de... maradt. Hivatalosan még nincs bejelentve, de marad Masashi Yamamoto. Hangsúlyozom, hivatalosan még nincs bejelentve de maradni fog. Marad Toyohar aki ugye a technikai igazgató, marad a személyzet jelentős része, úgyhogy a végén föltettem neki a kérdést, hogy akkor most mondjuk már ki tulajdonképpen, hogy ez a japán zászló búcsúzik, ami itt van a falon, amire mindenki üzeneteket írkált a jó kívánságaikat a, a Hondának, aki Hát, hogy tulajdonképpen ezt a, az, azt jelent itt a Honda kivonulás, hogy ezt az ászlót a falról, beadjuk egy borítékba, ráírjuk, hogy szakura, és hazaküldjük szépen Tokióba. Ugye ennyi, ennyi lesz a, mutatvány. Ezen, ezen nagyon jót derültünk, de most itt Cunodáról beszélve, hogy megkérdeztem, hogy és akkor mi a terv egy ilyen szezon után, amit, amit láttunk Cunodától. És ö, úgy fogalmazott Masashi Yamamoto, hogy természetesen a Honda továbbra is rajta fogja tartani a kezét Cunodán, meg a Cunoda előmenetelén, de azt mondta, hogy ez, ez nem csak egyfajta ilyen lebegtetés, ami, amit megfogalmazódott abban a bizonyos őszi sajtóközleményben, hogy a, a Honda és a Red Bull közösen fogja, tehát hogy ez lesz az egyik kapcsolódási pont, hanem azt mondta, hogy a Hondának a kifejezett kérése volt a, a Red Bull irányába, hogy próbáljanak nagy autóversenyzőt fabrikálni juki Cunodából. Mert mindenki úgy érzi, hogy megvan a képesség benne az idén látottak ellenére is ahhoz, hogy, hogy a valaha volt legjobb japán pilóta legyen. És azt mondta Yamamoto, hogy, hogy a cél az az lenne, meg a terv az lenne, hogy hogy valamilyen formában elérni azt, hogy futamgyőztes vagy adott esetben dobogós vagy futamgyőztes legyen. Tehát hogy a hit meg a bizalom továbbra is megvan juki Cunadával kapcsolatban, és a, a felek, az érintett felek, a Honda és a Red Bull továbbra is támogatják, aztán majd meglátjuk, hogy ez a türelem ez meddig tart, de hogyha ilyen eredményekkel kényeztet bennünket, akkor, akkor szeretnénk ezt a, ezt a cunodát látni, akit, akit ezen a vasárnapon láttunk. Szeretnénk őt többször ilyen formában látni, aztán meglátjuk, hogy ebből lesz-e valami vagy sem. Ajándékhoz idén személyes meglepetést karácsonyra. A gravirexpress Expressnél 1500 termékből az egész család ajándékát akár online is beszerezheted. Egyedi meglepetések szülőknek, nagyszülőknek, a párodnak, barátaidnak, üzletfeleitnek. Személyre szóló ajándékok a Gravirexpress-től. Www www.gravirexpress.hu Akit viszont egy darabig nem fogunk vasárnaponként látni, legalábbis Formula 1-es futamon, az Kimi Ralkönön és Antonio Giovinazzi a mezőn két búcsúzója, és ö, a hétvége csalódása, én őszintén szólva azt mondtam, és Sonnyi nem tiltakozott, hogy az Alfa Romeo legyen egy kis szubjektív érzelmi alapú ok miatt, mert nem tudtak olyan autót adni a mezőn két búcsúzója alá, hogy akár csak az egyik célba érjen. Ö, olyan szomorú ez, amikor amikor egy, egy ilyen nagy versenyző, mint Kimi Reikunen, nem tudja meglátni a kockázászászlót az utolsó versenyén. Ez, ez olyan méltatlan is, és nagyon-nagyon és, és mérges voltam emiatt. Ö, és aztán Giovinazzi, meg hát ugye ő még a safety card legalábbis virtuális formában ő pályára csalta. Én azt hiszem, hogy Räikkönen annál sokkal, ha egyetértesz, annál sokkal többet érdemel, mint hogy itt most egy-két mondatban elbúcsúztassuk. A, a téli Én szünetben lesz. Lesz rá alkalom, hogy beszéljünk ki Mirály Mindenesetre Minden esetre én, én nagyon sajnáltam, hogy ez a búcsú ilyen méltatlanra sikeredett. Ahogy egyébként a többi búcsúzó is, ugye vannak itt pilóták, akik csak a csapataiktól búcsúznak, de Russell szintén nem ért célba, Bottas meg, hát azért az egész Mercedes-es karrierje egyik leggyengébb hétvégével távozott. Nem? Igen. Igen. Értem. Igen, de ezt sem, ez sem akarom, szerintem nincs értelme túrakozni, láttuk, szapultuk eleget, szeretjük botta azt, reméljük, hogy jövőre jobban alakulnak a dolgok. Egy picit, picit pörgessük meg ezt ö, a... Kérlek. É, 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 a, be, már én hallom a lelki füleimmel, hogy Betlen Tamás kocogtatja a fejünket, hogy a a, 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 a műsoridő... műsoridő. Így van. Jó. A, a, hét, a hétvége pillanatának az utolsó körös előzést választottuk. De én azt gondolom, hogy erről is beszéltünk. Erről is is beszéltünk eleget. eleget, viszont nekem még egy mozzanatot nagyon röviden muszáj kiemelni. Számomra a másik maradandó pillanat, amikor a leintés után Hamilton odament Ferszleppenhez és összepacsiztak. Ö, mert, mert példaértékű volt. Tehát azt kell mondjam, hogy példaértékű volt a gesztus, és az is, hogy Ferszleppen fogadta. És, és, nagyon tetszett, hogy valaki, nem tudom, kicsit be is rakta ezt a csoportba, hogy ez a szurkoló táborok számára is iránymutató, hogy ezt, ezt így is lehet. Mert Hamilton kicsit többet vesztett, mint a szurkolói, akárhogy nézzük. Tegnap Dubajban a rohanás közben alkalmam nyílt beülni egy olyan zumbos sessőre, ahol Fersztappen beszélgetett. Uh -huh. ö, és ö, ugye az ember ilyenkor fülel, hogy mit tud elcsípni, és ö, nagyon szépen méltatta Louis hamilton azt, hogy, hogy bár a külvilág akármit is próbált rájuk húzni, igen, voltak feszültségek, voltak nézeteltérések, meg, meg csörték is, mint azt jól láthattuk például Monzában, de azt mondta, hogy arra, arra, nagyon büszke, hogy a jó kapcsolatot az sikerült megőrizniük mind, mind, mindez, tehát a rengeteg történés, meg rengeteg negatív hype ellenére is. Úgyhogy ez két, tényleg egy kiemelkedő pillanata volt a, a sztorinak itt. Nem ejtettünk túlságosan sokszor a fellebbezésről, amit a Mercedes megejtett ezzel kapcsolatban, azért nem, mert ugye itt van egy egészen pontosan hány óra, 96 órája van a, 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 a csapatnak, onnantól fogva, hogy jelezték azt, hogy hogy a fellebbezési szándékkal élni kívánnak. 96 óráig van arra, hogy ezt ténylegesen benyújtsák, még nem telt le a 96 óra, Folyamatosan kapcsolatban állunk a Mercedes-szel, egyenlőre még nem kaptunk olyan információt, hogy ez a, begyújtása benyújtása az ténylegesen megtörtént volna a fellebbezésnek. E, ugyanakkor hírzárlat van a mercedes mint a mellékelt ábra mutatja, ugye a verseny után Lewis a sajtótájékoztatóra sem ült be, amiért minden bizony a pénzbírságot fog majd kapni. E, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy nem beszélt Totóval sem, tehát teljes hírzárlat volt a, a, a Mercedesnél ezzel kapcsolatban, ez nem feltétlenül egy elegáns húzás, valószínűleg valamilyen stratégiai döntés áll, a stratégiai okai vannak annak, hogy nem beszélnek, nem tudjuk, hogy mi ez majd, majd ki fog derülni. Hát nehogy felhasználható ó... legyen ellenük bármi, amit a bíróságon. A bíróságon, mert hogy mostanában már ez a divat, ugye, hogy ügyvéddel megyünk a versenyekre, hogy ők csinálták, hozzáteszem nagyon bölcsen, hogyha valaki tudja, hogy egy kiélezett helyzetben megy csatába, akkor tegyen meg mindent azért, hogy, hogy a, a szükséges muníció ott legyen a Tarsonban. Ők vittek magukkal egy ügyvédet, a Red Bull nem vitte magával az ügyvédet. Ez azt, hogy mondjam, ez, ez azt mutatja, hogy a Mercedesnél előbbre látóbbak voltak, mint a, mint a Red Bullosok, tehát fel voltak készülve arra, hogy adott esetben erre is sor kerülhet. Mit akartam Igen, az óra ketyeg, rohamosan egyrészt a 96 órás határidő miatt, másrészt pedig pénteken itt az FIA gála, ahol jelenése van. Louis Hamiltonnak és a Mercedesnek is. Ugyanakkor olyan plegykákat is hallani, hangsúlyozom, szigorúan csak plegyka, semmilyen hivatalos forrásban semmit nem hallottunk erről, de állítólag az is benne van a pakliban, hogy a Mercedes ezt próbálja meg felhasználni, hogy, hogy azt mondják, hogy ha adott esetben nem úgy alakulnak a dolgok, hogy ők szeretnék, akkor, akkor protest jellegen nem mennek el a, az ijártadó gálára. Hangsúlyozom, puszta plegyka, spekuláció, nem tudjuk, hogy mi. Pusborgás, apám! Pusborogjunk el, vagy ne pusporogjunk. Van mit? Van kettő, kettő pusmorgásom van nekem, amit itt... Már ugye pusmorgás light már volt itt a, Ismertez, a műsorban. műsorban. kérlek. Na, Antonio Giovinazzi-ról beszéltél az imént. Giovinazzi házatáján szimatoltam, szagláztam, és most hangosan fog gondolkodni azzal a kapcsolatban, amit mondok. A helyzet az, hogy Antonio giovinazzi aláírt szerződése van a Formula i be Információim szerint ez egy olyan szerződés, ami gyakorlatilag úgy van megkötve, hogy ezt bármelyik pillanaton fel lehet mondani. Tehát ez egy, tényleg egy ilyen szükség megoldás Antonio Giovinazzi számára. Érdekes információt, érdekes adalékot hallottam egy, egy korábban mindig szélsőségesen megbízhatónak bizonyult informátoromtól, aki azt mondja, hogy elképzelhető, hogy nem várt helyről kaphat segítséget Antonio Giovinazzi a formegyes álmok, remények életben tartásához. Azt beszélik, hogy a Giovinazzi egészen jó kapcsolatokat ápol Luca Di Meo-val, uh -huh. a Renault koncern vezérigazgatójával, abból az apropóból kifolyólag, hogy állítólag a szomszéd faluból származik az ember. Oh. <laughs> Isten az atyám, mondom neked, ezt mondta a forrás, hogy a szomszédos településekről származnak, és korábban is jó volt a kapcsolatuk, és nem nézi jó szemmel állítólag Luca De Meo azt, hogy, hogy Giovinazzi gyakorlatilag kiszorul a Form helyhiány miatt. Ezért állítólag létrejött egy olyan díl, vagy létrejöhet egy olyan díl, hogy adott esetben, ha az Alpin talál magának partnercsapatot, ahová el lehetne motort helyezni, meg egy pilótát el lehetne helyezni, akkor, akkor lehet, hogy Giovinazzi onnan kapna mentőövet. Nem mondom, hogy ez igaz, annyit mondok, hogy egy, egy egészen megbízható forrás tettekem erre utalást, hogy ilyen irányban is zajlanak kapirgálások. Ez nyilvánvalóan nem 20-22-ről beszélünk, sokkal inkább 20-23-ról, de ez azt jelenti egyben, hogy, hogy van szándék az Alpin és a Renault részéről nyilvánvalóan arra, hogy partnercsapatot kiszolgáljanak, és adott esetben még az is megtörténhet, hogy valahol találnak olyan csapatot itt a, a jelenlegi mezőnyben, aki igényt fog tartani az erőforrásukra. Ez az egyik, a másik az szintén alpin vonatkozású történet. Ugye itt az elmúlt hetekben felmerült az, hogy az Aston Martin csapatfőnöke ott már Szafnóver esetleg lefarcol Laurence Troll csapatától és az Alpinnál folytatja a pályafutását. Ezt a témát is kapirgáltam egy picit, és mentem utána itt a szezonzáró hétvégén, és azt tudtam meg, hogy állítólag van egy szerződés tervezet ott már Szafnover asztalán, és kizárólag rajta múlik, hogy ezt elfogadja-e. Annyi hiányzik, hogy aláírja, ha aláírja, akkor 2022-től ő az Alpin csapatfőnöke, ha, ha nem írja alá, akkor pedig nem ő az Alpine csapatfőnöke. Ennyi, ennyire egyszerű ez a történet. Ez egy egyszerű sztori. Fogadási hajlandóság van erre. Állítólag ott már Szafnover szeretne még egy kis lélegzetvételhez jutni az intenzív utolsó szakasza, a szezon intenzív utolsó szakasza után, hogy kiértékelje a helyzetet és egyeztetéseket folytasson a jelenlegi főnökeivel azzal a kapcsolatban, hogy akkor mi a terv a folytatásra a jövőre nézve. Úgyhogy adott esetben ez, a, ahogyan azt hallottuk, ez, ez, valóban benne van a pakliban, hogy ott már Szafnaverből a Alpin csapat főnök lehet, izgatottan várjuk a fejleményeket. Ő is volt már vendégünk itt a a Formula podcastben, aki esetleg unatkozik, most hosszú versenyek nélküli időszak következik, aki gondolja, visszahallgathatja a, az interjúinkat, és ott azok között meg fogja találni ott már Safnavert is. Na, megtaláljuk el viszont azt az Excel táblázatot, amiben a hétvége során, vagy a hétvégi teljesítményre kiosztott pontjaink szerepelnek? Ugye ez az utolsó tartozásunk már a szeretett hallgatóink felé. Ha megengeded, akkor én kezdeném az ismertetést, mint mindig a Mercedes-szel. Lewis Hamilton Abu Dhabi teljes hétvégi produkcióját kilenc pontra értékeltük, míg Valtteri Bottasét ennél kicsikét kevesebbre, öt és félre a tízes skálán. Úgy megyünk tovább, hogy Red Bull Racing Max Verstappen 8 és fél pont a világbajnoknak, Cseko Perez a világbajnok szár segédje pedig 9,5 pont ezután az elképesztő csapatmunka után. Jön a McLaren, Lando Norris, aki egy lassú defekt miatt bukta el az egyéni világbajnokság 5. helyét. 8 pontot kapott, Daniel Ricardo, akivel szintén kibabrált a safety car 5,5 pontot. Nagyon tetszett, amit Ricardo mondott, hogy vele is kitolt a safety car, de ő nem panaszkodna, mert a WB cím is ezen múlott, szóval ő most csöndben marad. <laughs> Megint megtalálta a humorosabb részét a történetnek. Aztán Martin a következő állomásunk, Lance Trollnak bevéstünk egy hatost, Sebastian Fettelnek pedig hat és feled. Az Alpinnál egy kicsit többre értékeltük a produkciót, kettős pont szerzéssel zárt a francia csapat. Alonso és Okon is hét pontot kapott, egyikük szombaton, másikuk vasárnap volt egy hangyányival erősebb. Ferrari, Charles Leclerc, hat és fél pont, Carlos Sainz, a mezőny egyetlen tízese ezen a hétvégén. Hát igen. Alfa Tauri, itt szép pontszámok vannak. Pierre Gasly, aki a semmiből valahogy az ötödik helyre bűvölte az autóját, hét és fél, míg az idei legnagyobb dobását előadó Yuki Tsunoda 9 pontot kapott tőlünk. Alfa Romeo, Kimi Reikönen, hát ez egy gyenge ötös lett, Antonio Giovinazzi pedig egy hatost kapott. Rejkönön képzeld el, hogy egy ilyen, hát a Formula Podcast Facebook csoportban be is tettem a képet, a, az FP2-n, hát én nem tudom, szerintem egy tíz méterre csapódott be tőlünk. <laughs> Kimentünk, az FP2-t választottuk erre a hétvégére, pályaszéli vizet, vizitre, és pont ott bábészkodtunk, amikor beiratkozott szegény a, a falba, úgyhogy... Hát felejthető hétvégével búcsúzott Kimi Reikönöm, viszont annál több érzelemmel. Majd, amikor erről fogunk egyszer beszélgetni, akkor majd mondunk többet is róla. Tegyünk így. A Williams, hát a Williams is egy felejthető hétvégével búcsúzott volna a szezontól, ha Latifi a végén nem teszi azt, amiről már épp eleget beszéltünk. A pontszám Russell esetében öt és fél, Latifi esetében pedig 5. Ugye Latifiről azt el kell mondani, hogy azért Addig nem voltak akkora bajok, aztán lettek nagy bajok. Na de kivel Hász... csatázott Nikolász Latifi a sorsdöntő pillanat előtt? Míg Schumacherrel, akinek 7 pontot adtunk a, a hétvégi teljesítményére, és hogy a teljes totális elfogultság az megmaradjon a részünkről, Nikita Mazepin, aki részen vett a versenyen, kapott tőlük pontot. Na jó, éppen, ugye az egy és tíz közötti skálán az öt az átlag, az időmérőn ott volt szegény, hát hányast kapott volna, most csak nem kap egyest azért, mert covidos lett. Na, a terveink szerint nagyon rövidesen, valószínűleg nem ígérem biztosra, de valószínűleg a következő adásunkban ismertetni fogjuk a fél éves, bocsánat, de hogy is fél éves, az egész éves ranglistánkat a 22 hétvégén kiosztott helyezések átlagának sorrendjébe rakva a versenyzőket, és a Formula Podcast Facebook csoportban még egy kis ideig ti is szavazhattok az erre kiörült a csoport tetején kitűzött Autosporttépkönyv 2021 Minden, amit az idei esztendő nemzetközi és hazai motorsport eseményeiről tudni kell. Összefoglalók, majnokok, toplisták. Karácsonyi ajándéknak is kiváló. A kötet kapható a formula.hu webcsopjában és a könyvesboltokban. Autosporttépkönyv 2021 Autósportépkönyv 2021 és ha már a Formula Podcast Facebook csoportot említettem az előbb, akkor itt a búcsúzás kezdetén hadd biztassunk titeket arra, hogy tegyetek úgy, mint az a sok tucat rajongó, akik az elmúlt napokban csatlakoztak a csoporthoz. Egyre többen vagyunk, és, és bízunk benne, hogy a, a beszélgetések, az eszmecserék és az olykori vitatkozások továbbra is a megszokott, civilizált mederben folynak majd. Szóval keressetek minket a Facebookon, Formula Podcast néven, keressétek a www.formula.hu weboldalt, korábbi adásainkat megtaláljátok Spotify-on, Deezer-en, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube és mindenféle egyéb felületeken. Van egy mikrotámogatási rendszerünk a patreon.com per Formula Podcast, hogyha úgy érzitek, hogy az adás egy kis fagyira valót megérdemel, a, mind az alapján, amit hallottuk. Egy egy kis chip tuningot, chip tuningot, akkor a patreon.com podcast oldalon megtaláljátok, hogy hogyan lehet az adások készítését támogatni, és ezen kívül még nem késő beszerezni karácsonyra az Autosport évkönyv 2021-es a szágoldás és cirkusz 2021 című szezon összefoglaló kiadványokat. Tudod, ki volt, az, vég... aki Tud, ki volt az, aki beszerezte? Tudod, ki volt az, aki beszerezte? Ross brown kérlek szépen kezébe vette a száguldás és cirkuszt, és átlapozgatta. Neki? Igen, nem csak ő, hanem például Günther Steiner is elcsipett egy példányt, és, és, átlapozgatta, és elvitt magával. Nagy Azt vagy majd beteszi a nagy <laughs> Nagyszerű. Ugye Ross Brown, illetve Esteban Okon voltak azok, akik az előszavait jegyezték ennek a könyvnek, amelyet az Autosportév együtt megtaláltok számos könyvesboltban, valamint a forgna.hu webshopjában is. Azt hiszem, az autosport évkönyv az autosport évkönyv előszavának szerzője. A Magyar Nemzeti Autosport Szövetség elnöke Olágy Árfás úr is jelen volt a hétvégén a Budabiban, úgyhogy az előszó szerzők teljes létszámban felvonultak az Abu Dhabi nagy díj rajtrácsán. Ott volt Esteban Okon, az Alpin volánja mögött ülve, ott volt Ross Brown masírozva a, a, a Formula 1-es inkben és a Formula 1 vezérkarával, illetőleg ott volt Olágy Árfás is arra a trácson, aki az autosport évkönyvelő szabát jegyezte. Köszönjük nekik! Nagyon-nagyon köszönjük, pontosan, és nektek is nagyon köszönjük, hogy meghallgattatok minket, ahogy mindig ezúttal is nagy szeretettel búcsúzzunk tőletek, de csak egy rövid Na, akkor időre. Most itt, akkor most itt beléd folytam a megint. Kérlek. Én itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Formula Podcast Facebook csoportban szöveges formában már vasárnap éjszaka a pályáról való távozás előtt megtettem, de de most itt a műsorban is szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem nektek az egész éves támogatást, azt, hogy kitartottatok mellettünk, a figyelmeteket, a visszajelzéseket. Azt is, hogy ha, ha, ha megpofoszkadt, bennünket azért, mert valamit nem úgy csináltunk, ez viszi előre a történetet. Én a magam részéről szeretném megköszönni azt, hogy hogy mellettünk vagytok. Mert higgyétek el, amikor az ember uton van, minden egyes jó szó nagyon-nagyon sokat tud jelenteni. Én azt gondolom, hogy nem állok távol a valóságtól, hogyha azt mondom, hogy azért szerettek bennünket Magyarországon a szőnyeg alá söpörni. Ti vagytok a bizonyíték arra, hogy, hogy talán nem rossz az, amit mi csinálunk. Nekünk mérhetetlenül sok erőt meg energiát ad az, hogy, hogy ti velünk vagytok. Ezt a műsort ezt veletek csináljuk, nektek csináljuk, és ezt együtt csináljuk. Egy elképesztően hosszú utazásnak a végén én szeretném megragadni az alkalmat, hogy szívből jövő köszönetemet fejezzem ki nektek azért, mert velünk vagytok, ez, ez nekünk mérhetetlenül sokat jelent. Reméljük, hogy ez, ez így fog ebben a mederben folytatódni 2022-ben is. Köszönjük szépen! Nagyon köszönjük, és én pedig abban nagyon bízom, hogy a hosszú utazás végén azért most egy kicsit megpihensz Sanyikám, mert amit itt legyomtál ebben a szezonban, az megint Megint nem volt egészen normális, azt kell mondjam. No de, hogy ezt az adást minél előbb hallgatóink, ezért lassan oda kell adni Hébert Péternek, a kiváló művészeti igazgatónak, aki az adások utómunkáját végzi, meg csináltatnunk kell egy borítót Füzi Andrissal, aki ugye a borítóképeket és mindenféle egyéb grafikáinkat gyártja, és szólni kell Betlen Tamásnak, vagy legalábbis megkérdezni, hogy merre jár éppen, és egyeztetni vele a következő felvételt. Az említett... És a műsoridőt. És a műsoridőt. Az említett urak nevében is nagy szeretettel búcsúzunk tőletek. Idén terveink szerint még háromszor találkozunk. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast.